Sziasztok, Gúr Balázs vagyok, és arról fogok nektek itt beszélni ma, hogy alapvetően az adatvédelemnek szerintem mi a célja, hogyan figyelnek minket folyamatosan, és ha tudjuk azt, hogy milyen módon és hogyan figyelnek, akkor viszont hogyan tudunk védekezni ezek ellen a megfigyelések ellen. De az adatvédelemmel az a probléma, hogy akinek én ezt elkezdem mondani, kb. Egy 10 perc után azt mondja, hogy én tök hülye vagyok, és hogy ez nem így van. Illetve azt vettem észre, hogy bizonyos embereknek pont az a jó, hogyha őt figyelik. Tehát amit én elmondok, hogy szerintem probléma, bizonyos emberek pedig azt úgy élik meg, hogy az egy jó dolog. Tehát most mondok egy egyszerű példát, az, hogy például a telefonon abba hagyta a YouTube videó nézését, és leül a számítógépéhez, és ott folytatódik a videó, ahol abba hagyta, ez egy milyen kényelmes funkció. De ugyanakkor ez csak akkor valósulhat meg, hogyha folyamatosan figyeli valaki azt, hogy éppen te mit csinálsz az egyik eszközön, és ezt a másik eszközön tudod folytatni. Tehát ami szerintem probléma, az bizonyos embereknek pedig pont, hogy könnyebbséget jelent. Hoztam egy kis bemutatót, ez egy ilyen készülő szakdolgozat. Én információbiztonsági szakmérnök leszek, hogyha minden igaz, és a szakdolgozatomat arról fogom írni, hogy az interneten egy magánember milyen adatokat fecsek ki magáról, illetve hogyan lehet ezek ellen védekezni. Úgyhogy ebből hoztam nektek néhány dolgot, és ezzel fogom bemutatni azt, amit szeretnék mondani. Induljunk most is a KIH-tól, tehát jó messziről, hogy hogyan jutottunk ide. Gondolom a GDPR-ról mindenki hallott már. Ez egy Európai Uniós adatvédelmi rendelet, ami röviden arról szól, hogy a magánszemélyeknek joga van ahhoz, hogy a saját adatai fölött rendelkezzen, és megtilthat különböző adatkezeléseket, illetve nem szabad a magánszemélyek adatait a magánszemély hozzájárulása nélkül kezelni. Tehát itt nagyon röviden ez ennek a lényege. Eddig is így volt, csak nem volt rá jogszabály, ami ezt így konkrétan kimondta volna. Talán az infótörvény itt Magyarországon valamennyire ezt leírta, de ugyanakkor nem voltak olyan súlyos büntetések. Tehát én régebben minden spamet feljelentettem a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál. Ezt csináltam egy darabig, nagyjából ott hagytam abban, amikor egyszer kaptam egy tértörvényes ajánlott levelet, lementem a postára, 45 percet álltam sorba, hogy átvegyem, és az volt benne, hogy köszönjük a bejelentést, amennyiben ez legközelebb is előfordul, akkor akár 50 ezer forintra is megbüntethetik azt, aki az e-mail címmel visszaért. Úgyhogy ha ilyen következmények vannak, akkor ennek sok értelme nincsen. A GDPR annyiból szigorúbb, hogy ott a minimum korlát az kb. 6 milliárd forint, tehát kicsit húzósabb, mint a 50 ezer forint. A minimum? Maximum. Csak mondom. A minimum. Minimum, vagy pedig az adott szervezet éves árbevételének a 2%-a? 4%-a? Pont az a lényeg, és hogy ezek közül azt kell a cégcsoport konszolidált éves árbevételének a 4%-a. Ezt pont azért találták ki, hogy a Facebook meg a Google, tehát a Google, mint nem létezik ilyen cég, hogy Google. A Google az egy concern, az Alphabet, ugye? Tehát hogy pont az a lényeg, hogy oké, most elköveti a magyar üzletek, hát csődöt mondunk, bezárjuk, hello. Csak itt konszolidált árbevételre vonatkozik ez a dolog. Itt a jó, de ez nem maximum, ez minimum büntetés. Nem. Akárig van írva a törvénybe. És az van írva, hogy tehát arányos büntetésről szól. Nincsen minimum korlát. Na mindegy, ezt akkor majd megnézzük a GDPR-ba, de a lényeg az, hogy sokkal nagyobb büntetés van. És emiatt sokan már odafigyelnek az adatkezelésre. Most én úgy gondolom, hogy alapvetően az a legjobb, hogyha nem is szivárok ki adat, mert ha nincs adat, akkor nincs mit kezelni, tehát akkor probléma sincsen. Úgyhogy ez lenne a jó, hogyha ezeket sikerülne valahogy visszaszorítani. Például amikor ezt a szakdolgozat témát leadtam, akkor a téma lapon ott volt, hogy meg kell adni a telefonszámot, meg a lakcímet. Én nem írtam be. És senki nem kérdezte meg, hogy miért nem írom be. Tehát azért, mert ott van egy űrlapon valami, az még nem jelenti azt, hogy mindent kötelező megadni. Amúgy, ha megkérdezték volna, arra is lett volna válaszom, nincs telefonom.
nem, én nem ismerek olyan jogszabályt, ami előírja, hogy nekem telefonnal rendelkeznem kell, tehát innentől kezdve nem tudnak mit csinálni azzal, hogy én azt mondom, hogy nincs telefonom. Másik meg a TO már úgy is tudja. Megvan a... Tehát, hogy minek adod meg még egyszer egy olyan adatot, amit már úgy is tudna. Lényegtelen. Ami még viszont a GDPR-nál is durvább lesz, az az e-privacy rendelet, ami majd valamikor 2020 környékén fog kijönni, annak pedig az lesz a lényege, hogy különböző adatátviteli technológiákkal, különböző chat szolgáltatók, meg e-mail szolgáltatók, meg ilyenek nem nézhetnek bele a magánszemélynek a levelezésébe és az adataiba. Ez probléma lesz mondjuk a Google-nek, aki abból él gyakorlatilag, hogy folyamatosan olvasgatja a e-maileket, ez alapján profilt alkot rólad, és a lehető legszemélyre szabottabb hirdetéseket próbál neked megjeleníteni. Vagy ugyanezt csinálja a Facebook is, minden, amit a Facebookon csinálsz, az a te Facebookos profilodat építi, ami által a Facebook sokkal személyre szabottabb reklámokat jelenít meg neked, és gyakorlatilag olyan reklámokat látsz csak, ami téged érdekel. Ez megint csak van olyan ember, akit ez zavar, hogy profilozzá, engem például zavar. Van olyan ember, aki viszont örülnek, hogy profilozzák, mert így viszont olyan reklámokat lát csak, ami őt érdekli. Tehát ugye megint két véglet van, van akinek ez jó, van akinek pedig nem jó. Ezzel kapcsolatban szeretném mondani valamit. Most egy valami hasonló eset miatt tudtam spórolni 20 000 forintot. Persze, tehát lehet jó példákat, rossz példákat mondani, úgyhogy... Hirdető oldalról nyilván ez egy tök jó dolog, hogy magasabb a konverzió, tök örül neki a hirdető, csak itt ugye az a kérdés, hogy jobb ez, tehát egy arányosság elve, hogy most az, hogy valami jó 1%-nak, de a társadalom 99%-ára káros, akkor arra azt kell mondani, hogy ezt nem szabad tehát csinálni. Ilyen példából rengeteget lehet mondani, most van olyan ilyen fintech startup, akinek olyan szolgáltatása van, hogy letöltesz egy appot a telefonra, az folyamatosan GPS alapján követ téged, és hogyha a bankkártyádat olyan helyen használják, ahol te nem vagy éppen, akkor nem fogadja el a tranzakciót. Ami sok ember azt mondja, hogy hú, hát ez mekkora biztonság, hiszen a telefon nálam van, hogyha a bankkártyámmal a, mit tudom én, egy kilométeres körzetemben vásárolnak, akkor azt elfogadja tranzakciónak, ha attól távolabb, akkor nem. Ez milyen jól megvéd engem. Én viszont ezt úgy látom, hogy van egy olyan alkalmazás a zsebemben, ami folyamatosan figyeli, hogy én merre megyek. Tehát nekem ez rossz, van akinek jó. Lehet vele spórolni, persze, mert lehet mondani azt, hogy nem lopták le összes pénzt a bankkártyáról, mennyit nyertem vele, de ugyanakkor van, akit ez zavarhat. Úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy legyen meg az embernek a lehetősége arra, hogy ő döntse el, hogy mikor szeretné azt, hogy őt éppen figyeljék, vagy pedig ne. Tehát, hogyha elmegyek külföldre, akkor lehet, hogy egy ilyen szolgáltatást én is szívesen bekapcsolnék, mert akkor nem nyúlják le a kártyámat, de mondjuk itthon szerintem nincs rá szükség. Jó, na ennyi felvezetés után akkor nézzünk egy-két olyan dolgot, ami szerintem biztos is itt tudjátok, de az egy gyors ismétlésként nézzük át. Tehát alapvetően vegyük azt a szituációt, hogy otthon ülsz a számítógéped előtt, és valamilyen weboldalt nézel. Hogyan lehet megfigyelni ezáltal téged, hogy te valamilyen weboldalt nézel? Ugye alapvetően a klienszerver architektúrára épül ez a webböngészés, ami azt jelenti, hogy van egy kliensprogram, ez a böngésző, van egy kiszolgáló, ez a webszerver valahol, és amikor te megnézed mondjuk a weboldal.hu weboldalt, akkor a böngészőt küld egy kérést ennek a kiszolgálónak, és ő visszaküldi neked ezt az index.html fájlt, ami megjeleníti azt a tartalmat, ami ezen a kiszolgálón éppen van. Ez mondjuk így a nagyon leegyszerűsítve. Ugye mi ezzel a, hogyan lehet ezzel téged megfigyelni? Hát ahhoz, hogy te kommunikálj a weben, ahhoz szükség van egy IP címre. Tehát IP címre nem tudsz kommunikálni, és az IP címed az viszont tud téged azonosítani. Az IP cím egyébként személyes adatnak számít, van aki azt mondja, hogy nem, van aki azt, hogy igen, de egyébként állásfoglalások alapján személyes adatnak számít, hiszen az előfizető azonosítható vele. Jó, most ebből bele lehet kötni, hogy de ha több tagot cseráld, akkor nem egyértelmű, hogy ki használta ezt az IP címet, meg ilyenekbe azért bele lehet bújni, de alapvetően az IP cím személyes adatnak számít. Most ha ez kicsit
részletezzük ezt a dolgot, akkor ugye ez úgy működik, hogy régebben többen is mondták azt, hogy használjuk a Google-nek a DNS szervereit. Könnyen megjegyezhet az IP címe, 8.8.8.8, meg talán 4.4.4.4, ha jól emlékszem, és ezek általában működnek, akkor is, ha a szolgáltatói ledöglik. Nagyjából 2 éve volt az a én internet szolgáltatónál, hogy a heti 1-2 alkalommal egyszer meghaltak a DNS szerverek, és semmit nem tudtam megtekinteni a neten, hanem át kellett állítanom a routerból egy más DNS szervert, hogy legalább legyen egy névfeloldásom. Mindenki tisztel ez a DNS, meg hogy működik? Igen. Nagyon röviden, tehát van egy ilyen weboldal.hu, ezt könnyen meg lehet jegyezni, de valójában IP címmel kell csatlakozni a kiszolgálóhoz, tehát van egy DNS adatbázis, ahova én elküldöm ezt a kérést, hogy ugyan a weboldal.hu-nak mi az IP címe, ezt kikeresik egy adatbázisba, visszaküldek nekem egy IP címet, és ezen az IP cím alapján tudok kapcsolódni a kiszolgálóhoz. Telefonkönyv. Gyakorlatilag egy telefonkönyv. Na most, hogyha ez a telefonkönyv a Google-nél van, és mindenki tőle kérdezi meg, akkor a Google már követi az embereket, hiszen pontosan tudja, hogy melyik IP címről milyen oldalakat fogsz megnézni. És mivel a Google-nek nem csak DNS kiszolgálója van, hanem keresőprogramja is van, ami beindexelte az egész netet, tehát pontosan tudja, hogy az a weboldal, amit te kérsz, az milyen tartalommal rendelkezik. És innentől kezdve profilt épít róla. Tehát aki a Google DNS szerverit használja, azt a Google már megfigyeli, hiszen pontosan tudja, hogy milyen weboldalakat nézel. És ez alapján elég könnyen be lehet téged sorolni egy adott kategóriába. Jó, tehát ez egyfajta veszély szerintem. Hogyan lehet védekezni ellene? Ne használd a Google DNS szerverét. Ilyen egyszerű. Próbáld meg a szolgáltatótól kapottat használni, és akkor ő fog profilozni, és nem a Google. Viszont ő sokkal kisebb, mint a Google, és ő nem abból él, hogy téged profiloz, hanem abból él, hogy te kifizeted az internet szolgáltatás díját. Tehát őt alapvetően nem érdekelt abból, hogy ezt felhasználja. Igen? A profilt épít rólad, ez rám vonatkozik, vagy az ingyen színemre? Ez rád. Ez rád vonatkozik, ugyanis a profilépítés az úgy működik, hogy te a Google-nél vagy egy profil, és megpróbál mindenféle forrásból minél több dolgot ehhez a profilhoz hozzá kapcsolni. Ez csak egy dolog, amiről most beszélek. Tehát ez a milyen weboldalakat nézel. De ugyanakkor van egy androidos telefonod, tegyük fel, az szintén a Google-nek jelent, és még egy csomó minden szolgáltatás. Van 5 e-mail címen. Van 5 e-mail címed. De egy IP címről hívod meg. De rá fog jönni, hogy mind az 5 ugyanaz a személy. Ugyanarról az IP címről. Ez annyit tennék hozzá, hogy a műegyetemen csináltak egy ilyet a valamelyik tanszéken. Összeraktak egy ilyen egyszerű profilozó holmit, és akkor ezt mindig kiszokták adni egy feladatnak, hogy van egy ilyen szerverük, és akkor oda mész, és megmondja, hogy te ki vagy. Tehát ad egy azonosító kódot. És akkor a feladat érdel, hogy ne azt az azonosító kódot adja vissza, ha meglátogatod ezt az oldalt. Egy tök egyszerű dolog, tehát körülbelül, mit tudom én, 10-15 vektor van benne, amit figyelnek, és azt is marha nehéz átverni, pedig ez egy kőbuta megoldás ahhoz képest, amit a Google csinál. Tehát, hogyha te oda mész egy weboldalra, nagyon-nagyon-nagyon sok mindenki tud róla derülni, mert annyi kombináció lehetséges, hogy ha elég sok mindent figyelsz, gyakorlatilag a Földön szinte mindenki egyedileg azonosítható. Erre persze vannak mindenfajta trükkök, hogy ezt átverd, de... 5 e-mail címet használsz, vagy egy e-mail címet, vagy mire átvirányít az összes többi? Elnézést. 5-öt használsz. Általában mondjuk erre van gondolom valami alkalmazásod, amivel ezeket nézel. Na most, hogyha azt látja a szolgáltató, vagy bárki, hogy ezt az 5 címet általában ugyanakkor kérik le egymás után, akkor egyértelmű, ez egy emberhez tartozik. Innentől kezdve, hogyha én lennék az, aki a profilt építi, én simán az 5 e-mail címet összeolvasztom, és azt mondom, hogy ez ugyanaz a személy. És bármelyik e-mail címmel történik valami, annak a profilját építem. Én csak annyit szeretnék hozzá, hogy ez e-mail cím se kell. Tehát akkor is tudsz keresni, akkor is jönnek eredmények, hogyha nem legyen kezelve a Google fiókon. Gondolja, a másik IP címről. Nem, azt is el fogom mondani, tehát ott még nem tartunk, most még nagyon az alapokra vagyunk. De igen, ha megadod a Google-nek a DNS szerverét, az megmondja, hogy milyen IP-ről milyen oldalakat látod. A másik oldalról, amikor lekéred a Google-nél lévő leveleidet, akkor a Google tudja azt, hogy erről az IP-ről lekérték azokat a leveleket. Hoppá!
ehhez az e-mail címhez már hozzá tudottam kötni ezeket a névkéréseket. És ez egy tök egyszerű, ez csak két vektor, semmi. De egyébként ez a profilozás, ez automatizált folyamat, tehát arra emberi kapacitás nincs, hogy minden embert lecsekkoljanak. Csak ugye pont ez a lényeg, valószínűleg hogy a híres emberekre viszont van. Igen. Igen, de valószínűleg a híres emberekre más az, amikor... Csak az a baj, hogyha egyszer képbe kerülsz. Igen, tehát ha nincs adat, akkor nincs mit felhasználni. Hát erről jó, szólt. Menjünk tovább, aztán majd a végén visszatérünk ezekre, mert úgy látom, hogy sok kérdést fog ez itt még generálni. Hogyan történik a naplózás? Gyakorlatilag a webszerverek körülbelül ezt naplózzák, amit itt láttok. Nem tudom, mennyire látszódik. Kivastagítottam a IP címet, a dátumot, azt, hogy milyen user agent-tel kértem le, ebben benne van a böngészőm, az operációs rendszerem és ezeknek a verziója. Tehát biztos, hogy ezt minden webszerver így letárolja, amikor bármilyen weboldalt lekérsz. És ez ott van benne a naplóba. És ezt te is meg tudod csinálni, ha van egy weboldal. Ez konkrétan a localhoston futott. Tehát ezt, de minden webszerver ezeket lenaplózza. Na most valahogy még azt hiszem igen, itt van benne az URL, amit lekértem. Itt azt írtam, hogy http://localhost. Tehát az URL is benne van. Nagyon fincsi az, amikor valaki például azt mondja, hogy hát a sütiket letiltjuk, mert ugye az veszélyes. Innentől kezdve a session ID az URL-ben fog utazni. Tök jó, mert hogyha ott ül a rendszergazda és figyeli a logokat, azonnal adod neki oda a sütijeidet. Tehát ez így eléggé veszélyes. Na, a sütilopásra mindjárt visszatérünk. Egyébként a szolgáltató is ugyanígy logolja? Igen, minden webszerver. Ez egy Apache. Tehát ahol Apache fut, ott biztosan, de valószínűleg az Nginx, IIS, minden ugyanígy ezeket logolni fogja. A szolgáltató meg biztos, mert nekik logolni is kell ezeket. Tehát, hogy... tehát innentől kezdve... És ezt egyébként mennyi ideig tárolják? Befogták a törvényeket? Vagy szerintem, vagy tehát a hivatalos álláspont az, hogy nem nézik meg, és csak akkor veszik elő, hogyha bűncselekmény miatt megkeresik őket. Szerintem a végtelenségig tárolják. Egyébként végtelenségig a Google az lehet, mert neki van kapacitása, a szolgáltató biztos nem. De az se igaz, hogy csak akkor nézik meg, hogyha bűnügy történt, mert ez így nem igaz. Tehát, hogy tök sok egyéb validok van, tehát hogy megdöglött már ez a DNS szerver nem tudom hányszor az elmúlt hónapban. Nézzük már meg, hogy mitől döglött meg. Ezek tök gyakori. Na most tegyük fel, nekem van egy weboldalam, mondjuk az urbalás.hu. És ennek a, meg lehet nézni nyugodtan ezt a weboldalt, van ilyen az én weboldalam, és ezen a weboldalon én próbáltam ezt ilyen mindenféle adat biztosabb csinálni, tehát ha valaki megnézi ezt a weboldalt, körülbelül ennyit látok belőle, mert ezt nem tudom letiltani, hiszen nem az én otthoni gépemen fut ez a weboldal, hanem van egy hosting cég, akinek fizettem azért, hogy adjon tárhelyet, és ők ezt naplózzák, ezt nem tudom megakadályozni, így működik a technológia. Használhatsz Tort, használhatsz mindenféle VPN-t, meg egyéb dolgokkal el lehet fedni az IP címedet, ha szeretnéd. Ezt még többször el fogom mondani ma este, hogy a biztonságot alapvetően a használhatatlanságig lehet fokozni, de ha kényelmesen akarod használni, akkor körülbelül ugyanaz lesz az IP címed. Na most, ha nekem van egy ilyen weboldalam, akkor IP cím alapján mit tudok egy IP címből, mit tudok megállapítani? Ugye egyrészt IP cím és dátum, ebből meg tudom állapítani azt, hogy adott IP cím milyen időszakokban nézegeti az oldalamat. Ebből már tudok következtetni az adott illetőnek az életvitelére. Nappal dolgozik, vagy este dolgozik? Hiszen... ebből az országára, hogy honnan jött, ugye? Geo-IP, meg tudom mondani, tehát a város körülbelül, az biztosan. Jó, mondjuk kis településeket nem, de városokat igen, városokat elég jól be lehet azonosítani. És hogyha egyszer véletlenül az IP címedről mondjuk GPS-szel a telefonod valahova fölment, akkor már pontosan be vagy határozva. Tehát a házadra fog mutatni az a GeoIP. Tehát tudom, hol laksz. Tudom, mikor nézed az oldalamat, és mivel az én oldalamat nézed, tudom az érdeklődési körödet. És csak egy IP címet adtál nekem. Tehát rengeteg mindent össze lehet szedni ezekből. Jó,
URL, tudom, hogy miket látogattál meg, milyen sorrendben látogattad meg, tehát azt is tudom, hogy hogyan kéne mondjuk az én csodás marketing weboldalamat fejleszteni, hogy minél több időt töltsél rajta, tudom, hol jönnek be a látogatók, tudom, hol mennek ki, és a kettő között tudom, hogy hány másodpercet vagy percet töltenek az oldalon. És még mindig csak az IP címről és tehát ezekből az adatokból dolgoztam. Jó, úgyhogy rengeteg információ van azokban az adatokban, amiket kiszivárogtatunk magunkról. Jó, a probléma itt akkor van, amikor a weboldal nagyjából így néz ki. Van A, B és C weboldal, ezek különböző weboldalak. És van mondjuk egy H, aki mondjuk egy hirdetés szolgáltató weboldal, aki annyit csinál, hogy eladja, pontosabban megveszi az A, a B és a C weboldalon lévő kis hirdetés helyeket. És ezek a weboldalak nem konkrét hirdetést tesznek oda, hanem egy scriptet tesznek oda, és rábízzák a hirdetés szolgáltatóra, hogy a begyűjtett adatok alapján olyan hirdetést jelenítsen ott meg, ami az adott látogatóra nézve releváns. Na most innentől kezdve a hirdetés szolgáltató pontosan tudja, hogy te milyen weboldalakat látogattál meg. Hiszen az ő reklámja ott van mindenhol. Nem tudom, ez a Google Analytics, vagy Google AdSense, vagy ilyenek mond-e valamit. Tehát nem tudom, van olyan weboldal, ahol nincsen Google hirdetés. Vagy Facebook Live gomb. Na most, ha ilyen weboldalakat nézel, ahol vagy Google Script fut, vagy Facebook Like gomb, vagy egyéb Facebook dolog fut, ez azt jelenti, hogy a Google és a Facebook folyamatosan tudja, hogy te merre jársz, milyen weboldalakat nézel meg. És egészen addig te csak egy IP cím vagy, amíg be nem jelentkezel a Google Gmailbe mondjuk. Vagy a Facebookra, mert onnantól kezdve te már nem csak egy IP cím vagy, hanem te már az a konkrét személy vagy. És innentől kezdve minden előzményt hozzád fog párosítani. Tehát, hogyha otthon például ugyanazt a számítógépet többen használjátok, nem külön profillal, hanem tényleg, mit tudom én, anyuka feláll, apuka leül oda és folytatja azt a játékot, amit anyuka abba hagyott, akkor az egymás tevékenysége is ugyanazt a profilt fogják építeni. De amennyiben ez külön profil, tehát apuka kijelentkezik, anyuka leül, bejelentkezik külön profillal, külön előzményekkel, akkor onnantól kezdve ez két külön profil, és nagyon szépen összeszed ezeket építeni. Hiába egy IP cím, hiszen bejelentkezett a szolgáltatásba, ahol viszont névvel regisztrálta magát. És onnantól kezdve már ezeket hozzá lehet rakni. És ha egy IP címről több kattintás érkezik, el lehet dönteni, hogy ki volt az anyuka és ki volt az apuka. Mert a érdeklődési kör alapján nagyon szépen szét lehet osztályozni az oldalakat. Meg az, hogy milyen font van feltelepítve meg. Hát hogyan az a gép, akkor az jó, azért ez nem az. Most persze, hogyha a JavaScript van az oldalon, akkor még van olyan JavaScript, ami a gépelésből megmondja, hogy ki vagy. Tehát egyszerűen ahogy írod az üzenetet, abból megmondja, hogy ez ugyanaz az ember, aki egy másik weboldalon azt az üzenetet beírta. De ilyen JavaScript nincs minden oldalon, nem? Nem valószínű. Van még egy mondás, amit gyakran el szoktam mondani. Ha én valamit meg tudok csinálni, akkor biztos vagyok benne, hogy azt más is meg tudja csinálni. Ha én valamit nem tudok megcsinálni, az nem jelenti azt, hogy más nem tudja megcsinálni. Tehát, amit én meg tudok csinálni, az számomra veszélyt jelent, hiszen biztos, hogy azt más is tudja. Ha valamit én nem tudok megcsinálni, arra lehet, hogy még csak nem gondoltam, de már létezhet a dolog. Jó, tehát nem lehet tudni, hogy van egy ilyen. Hogyan védekezhetsz ez ellen? Tíz lajába szvittet. Ne fusson. Minek? Nincs értelme. Igaz, hogy a weboldalak nagyon nagy része használhatatlan így, viszont biztonság vagy. Tehát megint csak a biztonságot a használhatatlanságig lehet fokozni. Jó, az én weboldalamon nincsenek JavaScriptek. Tehát az urvelás.hu az abszolút JavaScriptmentes, semmi nem fut rajta, tisztán csak HTML van rajta, és lehet modern weboldalt csinálni HTML-en is. Egyébként, hogyha valaki a JavaScriptet nem arra használja, hogy aloldalakat megnyisson, akkor használható marad az adott oldal, nem? Nem. Nem? Nem. Jó, profilalkotásról beszéltem. Távoli betűkészletek. Na, ez a kedvencem.
amikor valaki csinál egy weboldalt, és az üdvözöllek a weboldalon, ehhez kiválaszt egy ilyen jó 6 megás fontot, amit le kell töltened azért, hogy megjelenítse azt a szia a weboldalon szöveget. Amit ráadásul a Google fontról húz le, tehát a Google tudja, hogy te azon a weboldalon vagy. Megoldást, írd le a távoli fontokat. Csak hogy van ez a csodás ikon font, ami nem betűket, hanem ikonokat tartalmaz, mint egy mentés ikon, letöltés ikon, stb. Az ilyen weboldalakon csak egy kis négyzet lesz minden ikon helyett. Tehát vagy tudod, hogy a harmadik ikon a mentés, vagy pedig így jártál. Vagy fölé viszed az egeret és megvárod a tooltipet, vagy megnézed a linket, vagy valamit. Ez, hogy mondjam, ez is ez kvázi a weboldal készítőjének a lustaság, a felelőssége. Ez abszolút nem lustaság. Csak hogy az én szempontomból mondjam, az a probléma, hogyha te nem CDN-t használsz arra, hogy ezeket a fontokat lehúzza, akkor azt fogod látni, hogy mondjuk van egy mobil weboldalod, ami 35 megabájtot fog lerántani, és tuti, hogy nincsen semmi bekesselve a telefonon. Tehát az a probléma, hogyha minden weboldal a saját betűkészleteit fogja kiszolgálni, az olyan brutális terhelést tesz az egész hálózatra, hogy ez valami elképesztő. Tehát, hogy igen, egy, tehát hogyha van mondjuk nem megoldott probléma. Van mondjuk egy olyan... Hiába, ugye, mondjuk ott van az Ubuntu font. Van, igen. Figyelj, van mondjuk az Ubuntu font, tegyük fel, fönn van a Google font oldalon. Igen. És hogyha van 1000 weboldal, és 1000 weboldalba ágyazzák be az Ubuntu fontot a Google weboldalról, akkor amikor a telefonoddal lekérnéd a X weboldalról ezt a fontot, akkor azt fogja mondani a telefon, hogy ó, ezt már letöltöttem az A weboldalon, és cache-ből fogom neked kiszolgálni, nem kell újra letölteni, tehát sávszélességet spórolok vele. De ha? Ez az előnye ennek. A hátránya az, hogy a Google viszont így folyamatosan jó, de tudni fogja. Ez az előnye, akkor ez akkor most tehát a weboldalnak a weboldalnak a készítője nem lusta, hanem egyszerűen sávszélességet akar spórolni a saját weboldalának. Ha az tárhelyen, a saját mappájában elhelyezne ezt a fontot, és a betűtípusoknál erre hivatkozna, akkor hiába, hogy 1000 oldal ugyanazt a betűtípus használja, mindig letöltődik? Igen. Ha megnézzük a statisztikákat, akkor 86% azt hiszem a Windowsnak a részesedése, és 86%-on a szerint Ubuntu font nincsen. És mivel az én weboldalamon egyedi URL elérhető el az Ubuntu font, cache-ből nem fogja tudni kiszolgálni, mert attól, hogy ugyanaz a font név, más az URL, ezért nem tudhatja, hogy ugyanaz a tartalom van rajta, tehát le fogja tölteni. Vagyis az én weboldalamat fogja terhelni az összes látogató. Ahelyett, hogy cache-ből kiszolgálná a már letöltött fontot. Másik egyébként, meg lehetne ezt úgy ugye oldani, hogyha a névegyezést figyelne a böngésző, és begyűjteni ezeket a letöltött fontokat. Viszont ezzel is van probléma, ugyanis például a fontok azok futtatható szoftverek, tehát abban olyan rootkitet meg bármit lehet írni, amit szeretnél. Tehát, hogy ez egy támadási vektornak se rossz, plusz másfelől a fontgyártó cégek iszonyatosan perelnék a böngészőgyártókat, hogy ők lementenék a fontokat, és ott szépen ott megtartanák a diszken, anélkül, hogy eltakarítanák. Mert nagyon sok ilyen webfont, ezek több ezer dollárba kerülnek, tehát hogyha te csak úgy letölthetővé oda teszed, ha elvetik a fontot a weboldalon, téged úgy szét fognak perelni, ahogy vagy. Tehát, hogy ezért az van, hogy ezekből van webfont, és a böngésző gyártók egyszerűen rá vannak kényszerítve, hogy ezeket takarítsák, ne tartsák ott folyamatosan. Itt egy példa, nav.gov.hu, Nemzeti Adó és Vámhivatal. Megnéztem a Firefox konzolban van egy ilyen hálózatlap, ahol látod azt, hogy milyen erőforrásokat töltöget le. És hát itt van egy ilyen, hogy fonts.gstatic.com. A gstatic.com az pedig egy gyors lekérés alapján látszik, hogy a Google-nek a doménje. Tehát gyakorlatilag, aki fölmegy a nav.gov.hu-ra, arra a Google tud, hogy te ott jártál, ha csak nincsen letiltva a fontok. És ha mondjuk én azt csináltam, hogy összeszedtem Wikipédiáról mindenhonnan azokat a doméneket, ami a Google-hoz tartozik, van egy ilyen szócikk, hogy a Google doménjének listája van egy hasonló, azt kapásból beraktam itt tiltó listára, tehát én nem tudok letölteni a Google-től semmit. Ez azt jelenti, hogy én most úgy gondolom, hogy a Google számára láthatatlan vagyok, hiszen az ő IP címéről semmit nem töltök le. Ez néha szívás is. Milyen keresőt használtak? DuckDuckGo.
Mit? DuckDuckGo. Google keresővel az a probléma, hogy az személyre szabott. Tehát amit te keresel, keresel arra pillangó szív, te is, meg én is, nem ugyanazt a találatot fogjuk kapni. Ezt megfigyeltem már természetesen. A DuckDuckGo-ba mindenki ugyanazt a találatot kapja, ott nincs profilozás. Bárki beírhatja ezt a DuckDuckGo-ba, ugyanaz a találat fog neki. Azt sem mindegy, hogy honnan keresel rá. Igen, egyébként. A Google-nél sok mindent néz, persze. Ez egyébként valószínűleg a DuckDuckGo-nál is így van. Tehát ezt el szokták mondani, egyébként az nem igaz, hogy mindenkinek ugyanazt adja vissza a DuckDuckGo, ez nem igaz. Az igaz, hogy a DuckDuckGo az nem használ soha profilalkotást, ettől függetlenül ez, hogy mindig ugyanazt adja vissza, ez nem jó, valószínűleg hely alapján ott is van is szűrés. Egyfelől Kínából kirúgdosnák őket, hogyha nem szűrnék ki, amit ott ki kell szűrni. Másfelől meg az van, hogy egyébként te személyre szabhatod a DuckDuckGo-t, de profilalkotás nincs. Tehát, hogy... Egyébként még így a különböző erőforrások tiltásával a weboldalak gyorsabbak lesznek, hiszen nem kell várni arra, hogy letöltsél több megabájtos fájlokat, meg scripteket, meg minden hülyeséget, azokat hiszen kihagyod a letöltésből. De. Miért probléma ez? Alapvetően van egy ilyen program, amit úgy hívnak, hogy jQuery, gondolom rengetegen ismeritek ezt a programot, ami szintén a Google-től is lehet hostolni, tehát van olyan URL, hogy a Google-től lehet ezeket lekérni, és vannak olyan weboldalak, ahol a Google-től hostolódnak ezek a valamik. Na most én ugye otthon tiltottam az összes Google domaint, tehát én ezeket nem töltöm le, csak az a probléma, hogy az idióta weboldal úgy van megcsinálva, hogy amikor rányomsz arra egy bejelentkezés, akkor a JavaScript-től szépen így legördül a form, ahol beírhatod a felhasználat meg a jelszót. Nekem nem bőle. Neked ez nincsen. Hát én nem tudok bejelentkezni. Úgyhogy az a baj, hogy ez egy olyan weboldal, amit nem tudok kikerülni, mert szükség van rá. Emiatt bizonyos tiltásokat nekem is, tehát kivételeket kellett csinálnom, úgyhogy nem igaz, hogy a Google nem lát engem. A Google úgy lát engem, hogy én csak azt egy-két weboldalt nézem, ahol a tiltást muszáj voltam hozzáadni. A másik ilyen az a rekapcsa. Tehát amikor följön az a kis valami, jelölt be az összes autót, jelölt be a kéményeket. Erre mondok egy nagyon jó példát most legutóbb, ez a nagyon favoritom. Csináltuk ugye ezt a ECG-jegyzékes hülyeséget, át kell menni kb. Két autentikáción, majd amikor szerkeszted, rekapcsát kell kitölteni két autentikáció mögött, hogy te vagy az, aki vagy. Igen. És itt nem értem. Tehát a egyébként értem, az a lényeg, hogy az állampolgár szokja meg, hogy szopik. Erről szól ez a dolog. A cégkapunál, amit kötelező használni, kénytelen vagyok a Google szolgáltatásait használni, mert nem tudok bejelentkezni anélkül, hogy a rekapcsát meg ne nézném. És ha a rekapcsát letiltom, nem lehet bejelentkezni. Igen. Hova útról meg nem hallom. Magyarok, Google tudja, hogy te milyen ügyeket intézed az államigazgatásban. Pontosan. És az a baj, hogy próbálkoztam ilyenek... De ez is a NAV-on múlik, nem? Tehát, hogyha ezt megvan hozzá az erőforrásuk és a képzettségük is, meg egyéb más, nem tudom én... Nem biztos, mert ahhoz, hogy egy kapcsát valaki implementáljon a saját weboldalán, és az biztosan minden böngészően működjön, az azért nem olyan olcsó. Nincs szükség arra nyomorult kapcsára, mert autentikáció mögött vagyunk. Tehát nem kell kapcsa, de ezt így nagyon nehéz elmagyarázni. De amúgy igen, de például ügyfélkapura, amikor bejelentkezik az ember, ott már egyszer az okmányirodában is személyesen hitelesítettem magamat, tehát a felhasználó nevemmel és a jelszavammal úgy tudok belépni, hogy nem kell utána még egyéb dolgokat megadnom. Lenne van, de mi van, hogyha egy robot jelentkezik be helyetted? De nem tud. Vagy kipörgetéssel van. És most, ha egy robot bejelentkezik a te nevedbe, akkor mi a rosszabbat fogod csinálni? De egyébként meg arról szól, hogy te aláírtad. Hát például ez az aláírás, hogy visszavezet a dokumentum hitelesítéssel a te nevedbe fokozott biztonságú elektronikus aláírást tud használni. Ez így van, csak ez rendkívül egyszerű, le van írva, hogy figyelj, ez a te jelszavad, és te felelsz érte. Innentől kezdve, hogyha felnyomja, akkor az a te felelősséged, ennyi. És ez meg az a probléma, hogy ezt a sztorit már lehet mondtam nektek, vagy pár embernek, szintén kötelező volt a KSH-nál regisztrálni a céggel, hogy adatszolgáltatást nyújtsak. Ha nem teszem meg, megbüntetnek, tehát muszáj. Ahhoz, hogy ezt elvégezzem, először regisztrálni kell. A regisztráció úgy működik, hogy meg kell adni a
a cégjegyzékszámot, ezt elküldik, és utána másnap küldenek egy felhasználati jelszót. Nem, bocsánat, következő munkanap küldik. E-mailben el lehet? E-mailben. Ez azt jelenti, hogy ember dolgozza föl, nem automata. De automata is feldolgozhatja, meg kurva sok olyan van. Lehet, mert most már következő munkanap jön, tehát ha ezt pénteket csinált, hétfőn jön. Ezt ügyintéző csinálja. Visszajön a felhasználó jelszó. Felhasználó admin, jelszó, admin 99. Vajon hányan kapják ugyanezt? Semmi gond, első bejelentéskor meg kell változtatni. Semmi. Jó? Úgyis jelszókezelőt használok, akkor a szokásos 40 karakteres jelszó. Legyen az új jelszó. Hiba. A jelszó maximum 14 karakter lehet. Miért? Ha akkor normális, ha használják, akkor ráengednek minimum egy SH1-et, de legalább egy ennél durvábbat, ami azt jelenti, hogy úgyis egy 40 karakteres hash generálnak, tök mindegy, hogy mit írok be. Akár egy DVD ISO is lehet a jelszó a maga 4 GB-jával, mert le lesz egy hash-é konvertálva. De ezek azok a jelek, amik azt mutatják, hogy szarul csinálják ott a dolgokat. De ha kötelező, mert megbüntetnek érte, akkor kénytelen vagy megcsinálni. Nekem ez a probléma. De ki fogja ellenőrizni, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy erre visszatérve, hogy ügyintéző küldi el a loginodat, a pénteken regisztrált a hétfőn, és akkor tökre jó, illetve teljes joggal gyaníthatod, hogy ezt ügyintéző csinálja ezt az egészet. De van amikor mostanában már nem, mert már ritkábban regisztrálgatok, de korábban előfordult olyan, hogy regisztráltam, és azonnal visszajött a visszaigazoló, vagy a megerősítő e-mail, tehát az valószínűleg nem ember volt, de ott volt, hogy köszöntünk téged, te Sövike néven a mit tudom én, mi nedves bugyi jelszóval regisztráltál. Ez meg a másik. Ilyet is láttam. De ez azt jelenti, hogy tipikus nélkül van tárolva. Ez tök jó, mert manapság ezt úgy lehet felnyomni őket a hivatalnál, ahogy igen. Jó, tehát a probléma az, hogy alapvetően ilyen hivatali oldalaknál is ez így van. Amit én használok, ez a uBlock ilyen böngésző kiegészítő, szerintem elérhető Chrome-hoz is, mondjuk én Chrome-ot nem használok, mert szintén Google termék, hanem Firefox-ot használok. Ebben van egy olyan funkció, hogy távoli betűkészletek blokkolása, illetve JavaScript letiltás. Ez azt jelenti, hogy alapértelmezetten nekem minden oldal úgy töltődik be, hogy se betűkészletet nem töltök le, se JavaScriptet nem engedélyezek. És innentől kezdve látom, hogy ha az oldal nem működik, akkor kénytelen vagyok engedélyezni a JavaScriptet, és akkor meg tudom nézni az oldalt. Vagy pedig a másik lehetőség, hogy ha már látom az oldalból, hogy én itt nem fogok JavaScriptet engedélyezni, akkor egyszerűen be tudom zárni, anélkül, hogy bármi lefutott volna a gépemen. Ugye a JavaScript-tel mindent meg lehet csinálni, hiszen az a te gépeden fut le. Hát el lehet lopni majdnem mindent. Mindent meg lehet csinálni, inkább azt mondanám. El lehet lopni a sütidet. Sütilopás, ez tudjuk, hogy mit jelent? Egyébként igen, amikor mondják, hogy az holnapra kell, ez a levész. Igen. Tehát a sütinek az a lényege, hogy amikor te kattintasz egy linkre, akkor a kérésbe belrakja a sütit is, ami tartalmazza a munkamenet azonosítót, tehát ez oda-vissza vándorol szinte minden egyes kattintáskor. Ha nem HTTPS-es oldalad van, akkor ezt bárki ellophatja. Ha HTTPS-es oldalad van, akkor tegyük fel, hogy tényleg a kliens és a szerver között van a titkosított kommunikáció, akkor ez már védve van. Kivéve, ha bekapsz egy JavaScript valami hülyeséget, ami egyszerűen kiolvassa a sütit és elküldi egy másik oldalra. Na, ez az, ami egyébként szépen le van tiltva. Igen? Egész pontosan, hogyha nem volt teljesen balfasz a túloldal, és beállította, hogy HTTP only, vagy ha HTTP2-t használsz, az megköveteli tehát, a HTTP only. Tehát, ha én sikerül letöltetnem a gépedre egy JavaScript-et, amivel meghivatok egy olyat, vagy kiteszek egy olyan elemet, hogy img src az én oldalam.php kérdőjel süti egyenlő document.cookie, akkor azt nem fogja elküldeni? Mert szerintem simán elküldi. Hát, ugye itt az a kérdés, hogy... Tehát lehet. Na, arra célzok, hogy ki ellen szeretnél védekezni. Tehát, hogyha a second party... Nem, ha én meg tudom csinálni, hogy ellopom valakinek a sütét. Nem azt mondom, várjál már egy kicsit. Tehát a second party ellen ezzel nem tudsz védekezni. Ez arról szól, hogy a second party védekezik a third party ellen. Erre véd. De nyilván, akivel te kommunikálsz,
az már úgy is tudja sütni, mert ő generálta neked. Tehát innentől kezdve ő nyilván tehát ha sikerül beáldozni egy kódot, egy választjukkód arra az oldalra. Na erről szól az, hogyha a second party-nak a dolga beállítani a HTTP only. Tehát ez, ez sajnos ilyen. Tehát technikailag meg lehet csinálni. Innentől kezdve megint csak az a legjobb védekezés, ha letilt, hogy javascriptet le. Nem fut, akkor nem árt. Bocs, ez egyébként ugyanaz, mint a session lopás? Gyakorlatilag igen, hiszen hogyha elloptad a sütit benne a session azonosítóval, akkor én a saját gépemen bemásolom azt a session azonosítót, fölmegyek a adott oldalra, és az adott oldal nem tud különbséget tenni közted meg köztem. Nem tudom a jelszavadat, de benn vagyok. Igen, és erre van például az a CSRF védelem, ami pont ezt oldja meg, hogy hiába lopod el a sütit, nem tudod kihasználni. Az egy HTTP header. Igen. Tehát, hogy van erre is megoldás. Úgyhogy... És hogyha mondjuk valaki az én TEM könyvtáramból egy sütit mondjuk lemásolna a pendrive-jára hazavinni, és otthon használna, akkor ugyanúgy be tudna járni? Igen, ha nincsen CSRF elleni védelem, akkor igen. De hogyha lemásolja az egész Firefox profilt és azt viszi el, akkor nincs a védelem. A CSRF erre is véd. Csak klónozás. Mert, tehát a CSRF az egy olyan token, ami gyakorlatilag kérésenként változik. De ha ő addig nem kért az oldalon, hát jó, igen, ezt azért föltételezni. És ez mitől függ, hogy van ilyen védelem az oldalon? Ha fizikailag hozzáférnek a géphez, akkor nincs védelem. Sokszor jön a, kritika, hogy például egy alap Ubuntu telepítésnél a rootnak nincs jelszava. Tehát ha én leülök egy Ubuntu-s géphez, bármelyikhez, akkor én be tudok lépni rootként. Bármelyik Linuxon is de nem tudod tenni. De Debianon alapból kér jelszót. Igen, Debianon tudod mit kell csinálni? Beírod a grubba, hogy a SH-ba szeret, a perbin per SH-ba szeretnél rootként bemenni, igen. És root vagy. Ez igen. Összes, tehát ez feature a Linuxba, Unixba, gyakorlatilag... hogyha tiéd a fizikailag a gép, akkor mindent megtehetsz rajta. Kivéve ha titkosítva van a diszk, igen. Mert akkor az cseszhet. De Ubuntu egyébként le van tiltva a root alapból. Grubba nyomsz egy shiftet. A sudoku az a parancsor, root konzol és root vagy. Tehát nincs a rootnak jelszava, nem lehet belépni a rootba, de bárki tud root lenni. Tehát. Ha meg jelszó lenne, akkor megcsinálni live lemezzel. De ez egyébként minden gépnél így van. Tehát, hogy tehát fizikai... aki a fizikai hozzáférésed van, akkor tiéd a gép. Igen, az fizikai hozzáférésed... Az a lehetőség, hogy feltelepítetted, akármi, meg vagy felhasználó, sudo is lehetsz, akármit, tehát is adsz a rootnak jelszót. Az tök mindegy, mert de ha hozzáférsz a BIOS-hoz, be tudsz lépni root share-vel. Igen. Mert ez feature, tehát ez nem hiba. Plusz volt erre még ilyen dolog, hogy a titkosított disk sem feltétlenül működik, mert hogyha bekapcsolva hagyod ott a gépet, és akkor erre volt egy ilyen tök jó teszt, hogy fogták, leszették a gépnek a tetejét, kikapcsolták a gépet, lefújták folyékony nitrogénnel a RAM-ot, és utána egy óra múlva még ki lehet olvasni a RAM-ból, mi volt, és a RAM-ban ott van valahol a root jelszó. Na ezek már nagyjából ezek a laboratóriumi körülmények, amiket és meg lehet csinálni. Az a durva, hogy ez nem labor, tehát ez nem kell brutál labor, mert most kiolvasni egy RAM modult azért jó, kell egy kis pénzbefektetés, de azért lényeg az, hogyha aki a vas, az, ami benne van. Jó, az előadásomnak az a címe, hogy Ubuntu-val hogyan védekezünk, akkor egy kis Ubuntu-s dolgot is mondok. Ugye itt ez a probléma, hogy nekem le kéne töltenem a Google-től, vagy általánosságban bármilyen tartalomszolgáltatótól valamilyen tartalmat, de ugyanakkor nem szeretném azt, hogy engem ez az oldal profilozzon. És én erre azt a megoldást találtam ki, hogy gyakorlatilag klónozom a tartalomszolgáltatót, letöltök onnan minden fájt, mondjuk egy jQuery.com-ról letöltöm azt a néhány verzió jQuery-t, amit eddig kiadtak, az egész nem lesz több, az egész nem lesz több néhány megabájtnál, és a etc per host fájba én azt mondom, hogy a jQuery.com az innentől kezdve mutasson 127.0.0.1-re. És innentől kezdve én beteszem a saját webserveremnek a gyökérkönyvtárába ezeket a fájlokat. És amikor bármilyen oldal a jQuery.com-ról akar lekérni valamit,
akkor a böngésző le is fogja kérni onnan, de úgy, hogy közben azt az információt kapja a helyi, úgymond DNS-emtől, hogy ennek a oldalnak alokál azt az IP címe. Tehát innentől kezdve ezt helyileg fogja kiszolgálni nekem a gép. Egy probléma lehet a HTTPS. Mert ugye az én tanúsítványom az nem felel meg a jQuery-nek, viszont ezt is meg lehet oldani, hiszen csinálok egy önaláírt tanúsítványt, amit hozzáadok a saját böngészőmhöz, és innentől kezdve a böngésző meg fog bízni a saját tanúsítványomban, hiszen hozzáadtam, és már működik a HTTPS-es jQuery is. És ugyanezt meg lehet csinálni az összes ilyen tartalomkezelőre. Azt néztem, hogy van, amelyiknek még van GitHub vagy GitLab oldala is, tehát baromi egyszerűen le lehet tölteni, csak egy Git-lon kell hozzá, és megvan neked az egész. Úgyhogy... Kezdők kedvéért hogyan töltesz le teljesen, vagy hogyan klónozol le teljesen egy weboldalt? Én valószínűleg egy véget minusz elre indulnék neki. Tehát egy rekurzív letöltés, és akkor járja be az összes URL-t. Annó volt egy oktatónk egyetemen, akinek a honlapján úgy voltak kirakva a cuccok, hogy link sosem volt rá. Viszont megmondta az első előadásra, hogy honnan kell letölteni, amire nyilván nem túl sokan jártak be. Viszont mi is ezt csináltuk. Az mondjuk kicsit brute force-osabb volt, gyakorlatilag brute force-szal lehúztuk az összes honlapról. Az volt az egyetlen probléma, az egyetemi szerver nem nagyon bírta a terhelést, úgyhogy ilyen napi, ilyen 10 000 körüli letöltést tudtunk sem csinálni. Azért egy hónap alatt azért le lehetett crawlolni az egész weboldalát. Az a baj, hogy sok tartalomszolgáltató van. Van a Microsoftnak, van a Googlenek, van a... még egy-kettő. És igazából egyszer kell megírni ezeket a scripteket, utána már ha megnézed, hogy milyen sémában rakják fel a fájlokat, akkor egyszerűen csak a verziószámok alapján. Tehát írsz egy ciklust, ami végig darálja és letöltögetődik az ezeket. És akkor így megvan oldva. De a leklónozás az csak statikus oldalakra jó, nem? Tehát hát ezek pont statikus fájlok. Ugye ez az egész CDN téma az... Tehát ahol már be kell jelentkezni, fájlok. Meg MySQL szerver van, ott már klónozás nem. Ez az egész CDN téma az erről szól, hogy statikus erőforrásokat osztunk meg a neten, tehát hogy ez pont erre. A másik lehetőség, nem tudom mennyien nyithatok neked egy fájlkezelőt. Nyugodtan. De egyébként a webfontoknál az működik, hogyha az ember helyileg föltelepíti a fontot, akkor ha nincs meg a webfont, akkor is fog működni a böngészőben. Tehát ez így működik. Na most mi a helyileg? A helyileg, tehát hogyha az embernek a merev lemezére a font fájlok... Tehát aki nézi a weboldalt. Nem? Jó, amit jutottam, ez a pont Mozilla, Firefox és ott a profilnak a mappája. Itt vannak a Firefoxnak a helyi fájlai, mert az ott userre jellemző. És ide kell létrehozni egy új mappát, aminek azt hiszem az a neve, hogy Chrome. Ennek semmi köze a Google Chrome böngészőhöz. És ebbe kell berakni egy valami user aláhúzás, nem tudom pontos nevét, egy CSS fájlt. Ennek az a lényege... Ez nem a felületnek. Mindegy, valami darab. Az a lényege, hogy ebben megadhatsz doménre specifikus CSS szabályokat. Ami azt jelenti, hogy amikor te beírsz egy bármilyen weboldalt, és arra te csináltál magadnak egyedi CSS-t, akkor a Firefox letölti a weboldalt, letölti a CSS fáját a weboldalnak, és a legvégén még alkalmazza a te általad megadott CSS-t, és azt fogja megjeleníteni a böngészőbe. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindenféle böngésző kiegészítő nélkül én személyre tudok szabni bármilyen weboldalt. Tehát azok a hírportálok, amiket én szeretek olvasgatni, azok nekem úgy nyílnak meg a saját gépemen, hogy van egy címe, van a tartalom faltól falig, és annyi. Nincs menü, nincs reklám, nincs hozzászólás, nincsenek egyéb zavaró dolgok, csak a hírnek a címe és a tartalom. És ezeket a CSS fájlokat megcsináltam az összes olyan hírportálra, amiket napi szinten nézek, és ezeket gyakorlatilag úgy olvasom, mint hogy egy könyv lenne.
lustábbaknak az olvasó mód az erősebb oldalon. Az olvasó módot neked kell aktiválni kézzel. Nem tudod azt mondani, hogy defaultból olvasó módba tudod indítani. Kivéve, ha felveszel egy kiegészítőt, ami ezt csinálja. Jó, én kiegészítő nélkül akartam megoldani, mert abban jobban bízok, amit én csinálok. Mint amit... És minden híroldalhoz külön CSS kell. Egy CSS-be be tudod rakni. Tehát olyan szabályokat hozol létre a CSS-be, hogy doménekre csoportosítva. Tehát egy darab fájl van, annyi szabály kell annyi szabály. A vagy fölmész a GitHub-ra és találsz egy csomó user scriptet, vagy user CSS-t, ami hasonló. Tényleg a jQuery-re visszatérve olvastam egy hírt, vagy nem olvastam végig, csak a címét olvastam, de már nem teljesen berengt, mert jQuery-t GitHub-ról kitiltották talán. Szerintem föl van a GitHub-on. Miért tiltották volna ki? Nem tudom, valami ilyesmit olvastam. Nem, ezért hiszem. Kérdeztem meg. Nem hiszem. Ha mindegy, az egy dinoszaurusz. Jó. Tehát akkor védekezni kell, kellene az IP cím ellen. Ugye IP cím begyűjtés ellen nagyjából két lehetőséged van. Vagy Tor hálózatot használsz, ami nagyjából azt teszi lehetővé, hogy minden egyes kéréskor különböző IP címed lesz valahol a világból, vagy VPN-t használsz. Na most a VPN-nel nekem fenntartásaim vannak, ugyanis hogyha azt a VPN szervert nem én üzemeltetem, akkor miért bízzak meg annak az üzemeltetőjébe, hogy minden forgalom azon keresztül megy. Ő miben jobb, mint a bárki más? Ez a Tornál egyébként zsír ugyanígy van. Igen. Tehát a Tor is gyakorlatilag egy VPN. Ne felejtsük el, hogyha VPN-t használsz, akkor egy másik csatlakozási IP címed lesz. Igen. Ami nem a tiéd, igen. De attól még azt az IP-t ugyanúgy profilozhatják, és ugyanúgy összeköthetlek vele. Igen. Később. Tehát maga egy VPN az nem feltétlenül megoldás. Igen. Legfeljebb nehezítés. Hát meg annyiból meg kell bíznod a VPN üzemeltetőjébe, hogy ő nem... rajta keresztül az összes adat, és ott ki kell bontani az adatot, tehát gyakorlatilag ő titkosítatlanul látja a kommunikációt. Úgyhogy az, hogy valaki most ingyenes VPN-eket használjon, attól óva intek mindenkit. Tehát a Tortól is. A fizetős VPN-ek meg, hát max, hogyha tényleg olyan szolgáltató, akiről biztos vagy benne, hogy nem abból él, hogy profilozz, hanem abból él, hogy fizetsz a szolgáltatásért. Jó, tehát az nagyon nem mindegy, hogy te vagy a termék, vagy pedig te vagy az ügyfél. De lehet, hogy röhög rajta. Nézd, profilozzuk, mint az állat, azt még fizetésért. Nem biztos, mert ha ez kiderül róla, akkor gyakorlatilag lebuthatja a rolót. Tehát ez olyan, mint régen volt ez, hogy a vírusokat a vírusírtók gyártják, hogy legyen mit írtani. Lehet benne valami, meg azért talán derült is ki ilyen, de hogyha egy ilyen kiderül, akkor gyakorlatilag az a cég örökre lehúzhatja róla, tehát nem hiszem, hogy ilyenne bárki kísérletezgetne. És akkor a következő lehetőség az pedig a titkosítás. Tehát igazából akkor lehetsz biztos az adataidba, hogyha végponti titkosítás van. Tehát te betitkosítod a saját megbízható környezetedbe az adatodat, elküldöd a megbízhatatlannak ítélt csatornán a másik félnek, és a másik fél a saját megbízható helyén visszafejti azokat az adatokat, és menet közben senki más nem fér hozzá. Én próbálom elterjeszteni az, hogy e-maileket is titkosítsunk, hát több-kevesebb sikerrel. Igen, kevesebb. Az utóbbi nagyon. Most már egyébként, hogy megvan az új telefonom, most már nagyobb eséllyel fogsz. Tehát azért az így... Kicsit megmosolhat engem is, amikor küldök valakinek egy levelet reggel titkosítva, és majd valamikor rám ír este hat körül, hogy na most tudtam elolvasni a leveledet. Eltett két nap közben egyébként. Mert éppen nem volt nála a kulcs. De igen, tehát, és hogyha mindenki használná a titkosítást, akkor ugyanúgy írnánk e-mailt, mint eddig. Tehát az, hogy én titkosítva küldök e-mailt vagy sem, az attól függ, hogy a címzetnek van-e kulcs elmentve a gépen, vagy nincsen. De nem kell máshogy írni az e-mailt, ugyanúgy írom meg, a program automatikusan elvégzi a titkosítást, tehát számomra nem jelent problémát az, hogy egy levelet betitkosítsak. Ez a GPG, ami titkosítja? Aha, én GPG-t használok. Hát vagy S/MIME-ot is használhatsz, tehát van több lehetőség. GPG az általános. GPG-hez nem kell... lehet ezt használni? Ezt a GPG kulcsot e-mail címhez használod.
Például milyen e-mail címhez? E-mail címhez. Tetszőleges IP e-mail címhez. Gyakorlatilag annyit csinál, hogy magát a üzenetnek a tartalmát titkosítja. Tehát ugye egy e-mail az egy szöveges üzenet, attól függetlenül, hogy mit teszel bele. Tehát az egy szöveges protokoll. Tehát magát az e-mailnek a törzsét fogja is. Gmailt is használhatod így. Tehát Thunderbirdbe beállítod a Gmail címedet, generálsz egy GPG kulcsot, és minden egyes levelet titkosítani tudsz küldés előtt, és a Gmail nem látja az üzenetet tartalmát. Csak a metaadatokat. Nem használtam még Thunderbirdot soha a GPG-ben, benne van alapból. Föl kell telepíteni az Enigmail kiegészítőt. De hogyha telefonról akarod használni, akkor van a K9 mail. Azt F-Droidból is le lehet tölteni, meg szerintem a Play-en is fent van. És a K9 mailhez, ha feltelepíted az Open Keychain-t, ami szintén fönn van F-Droidon is, meg Play-be is, akkor már telefonon is tudsz használni titkosítást. És valaki nem szereti a Thunderbird-ot? Most mondtam el, K9 mail. De egyébként, tehát hát akkor ez gyakorlatilag egyéb levelező kliensben is működik, még a szutyok Outlook-ba is. Min akarod használni? Tehát a telefonon, Androidra valószínűleg a K9 mail az, ami használható és tudod használni. Asztali gépen már több lehetőséged van. Tehát ha nem szereted a Thunderbird-ot, van 1000 másik e-mail kliens, ami támogatja a gépeket. Most akartam kérdezni, hogy ennyire bekorlátozott, hogy van. Így föl tudsz sorolni az a kettőt. Szerintem a Gerli is tudja, azt hiszem. Én például Evolution-t használom. Evolution is tudja. Ezt még nem dobták ki? Nem, eldobták volna ki. Alapértelmezett levelező agnóm. Legnagyobb tudású levelező program egyébként, tehát hogy ha nem lennék arra kényszerült, hogy Windows-os gépet használják, akkor nem használnék Thunderbird-ot. De mivel Windows-os gépet hát, valamiért elhagyoltam az Evolution, nem tudom miért. Céges levelezés az a legjobb, mert minden más szar. Sajnos. Tetszett nekem is egyébként, de már nem tudom, valami miatt, hogy... Na mindegy. Majd erre visszatérünk. Jó, tehát e-mailt titkosítani kell mindenképp, és továbbra is azt mondom, hogy ha nincs adat, akkor nem kell félni. Tehát emlékszem, amikor még régebben webprogramozást oktattam, akkor ugye jöttek ezek a klasszikus ilyen belépő szintű alkalmazások, hogy csináljuk bevásárló listát telefonra, hogy az milyen jó, meg tenni való listát, mert ezeket könnyű lefejleszteni, tehát le lehet fejleszteni egy-két tanulva alatt, és meg lehet tanulni belőle a alapokat. De most én úgy gondolom, hogy én biztos nem használnék bevásárolista alkalmazást, hiszen mennyivel tesz hozzá többet, mint hogyha fogok egy darab papírt, meg egy ceruzát, és megyek vele. Azt nem lopja el senki. Jó, persze, a kamera lenézheti, össze kell hajtani a papírt, de alapvetően, ha nem kerül ki az adat tőled, akkor nem fogják ellopni ezt az adatot. Úgyhogy feleslegesen nem érdemes adatot termelned magadról. Ezért nem használok például a Facebookot, mert minek töltsek fel az adatokat? Azért, hogy profilozzanak? Annak nem sok értelme van. Azért, hogy eljöjjenek az emberek az útra. Azért, hogy álhíreket tudják lejeszteni. Akkor például az, hogy a Gmailről most leszoktam, annak pedig az volt az oka, hogy ugye először az volt, hogy igazából nem láttam értelmét, hogy e-mail címet váltsak, amikor úgyis minden címzett gmailes, akkor tök mindegy, hogy én az vagyok-e vagy sem, hiszen amit küldök, az úgyis a gmailbe landol. De aztán rájöttem, hogy azért ez nem teljesen így van, mert pusztán azzal, hogy én bejelentkezek a Google-be, tehát a gmailbe bejelentkezek, már azzal annyi metaadatot termelek, amiket az előbb mondtam, ugye tudják, hogy honnan jelentkezek be, mikor jelentkezek be. Hello. Szia. Kikkel lakok együtt, hogy tehát egy csomó metaadat gyűlik össze, és az, hogy én nem Gmailt használok, azzal ezeket a metaadatokat sem kötöm a Google-nek az oldalra. Úgyhogy ezt is tudom javasolni, hogy ne használjatok ilyet. Persze azért ez nem úgy működik, hogy most azt mondom Váltinek, hogy figyelj, ne használj Facebookot meg Gmailt, mert veszélyes, akkor így dobja azonnal másnap és nem használja, tehát nem olyan egyszerű ezektől megszabadulni, viszont amióta én nem használom a Facebookot, azóta én sokkal jobban érzem magam, mert nincs az a, tehát eleve nem kell mások baromságát olvasni. Már most már azért annyi hülyeség van ott, hogy kiválogatni a szemünk közül a jó dolgot, illetve nem kell azzal foglalkozni, hogy ide belépni, oda belépni,
be van állítva a Thunderbirdbe minden, és onnantól kezdve azt szépen lekéri a dolgokat. Ugye a Facebookot sokan arra használják, hogy vannak ezek a zárt csoportok, ott lehet plusz infókat megszerezni, meg bizonyos dolgok csak ott hangzanak el. Van egy csomó jó technológia, ami a mai napig használható. Tehát például RSS, nem tudom, ki használ RSS közületet. Már nem. Én vádom. Tudjátok mi az RSS? Az RSS-nek az a lényeg, aki nem bólogatott, annak mondom, hogy a legtöbb weboldalon van RSS hírcsatorna. Ezt úgy képzeld el, mint egy cső, amiben be lehet rakni valamennyi hírt. Mondjuk legyen ez a cső 30 egység hosszúságú. Ez azt jelenti, hogy ha én a weboldalon megjelenítek egy újabb hírt, benyomom a csőbe, a legutolsó hír kipottyan, és 30 darab hír van ebbe a csőbe. És amikor én egy ilyen RSS hírcsatornát lekérek, akkor a programom lekéri ezt a 30-as csövet, megnézi, hogy ebből mit kért már le korábban, és az új híreket szépen megjelenti nekem. És a Thunderbird az egyben hírolvasó is, tehát föl lehet iratkozni weboldalakra, és innentől kezdve nekem úgy néz ki a Thunderbird, hogy az e-mail címeim és a hírcsatornáim, tehát mindent egy helyen tudok olvasni. Miért jó az RSS? Azért, mert én kérem le, tehát amit tudnak rólam a weboldalon, az egy IP cím, meg mondjuk a Thunderbirdnek a user agentje. De nem tudják a nevemet, nem tudnak rólam semmit, hiszen nem regisztráltam, nem kell hozzá regisztrálni, nem kell feliratkozni, abszolút névtelenül lehet az egészet csinálni. Erre lehet szervereket is használni, tehát hogy ne is te kérd le ezeket a híreket, hanem van egy szerver, ami lekéri, és te onnan kéred, akkor el is lehet bújni. Tehát gyakorlatilag én úgy olvasok híreket, hogy nem tudnak engem azonosítani, hanem én csak egy IP cím vagyok ott a sok közül. És az a híroldal, ahonnan én ezeket lekérem, mivel én soha nem jelentkezek be, én ott IP cím is maradok. Hiszen ő nem egy Google, hogy hozzákapcsoljon engem minden egyéb dologhoz. Jó, tehát ez is egyfajta megoldás. Akkor van egy weboldal, azt hiszem az a cím, hogy magánélet.hu. Ezt valaki lefordította egy angol oldalról, tehát gyakorlatilag egy egyszerű fordítás. Nagyon szépen összeszedi, hogy mi az, ami magánélet tisztelő alkalmazás, szolgáltatás, szoftver, stb. És mi az, ami nem. És amikor ezt valaki először olvassa, akkor érdekes elképzelése lehet, mert a legtöbb úgy kezdődik, hogy mit tudom, például nem tudom, webes keresők, és akkor felsorol három keresőt, amit te ismersz és használsz, majd odaírja, hogy ha ezeket használod, akkor felejtsd el. És mutat neked olyat, amikre eddig soha nem hallottál. És ugyanezt operációs rendszerből, szoftverből, szolgáltatásból, mindenből, mert azok, amik jól használhatók, tehát nagyon kényelmesek, az azért van, mert ott te vagy a termék. Gondolkodtatok már azon, hogy Google miért ad nektek 15 gigányi tárhelyet az e-maileknek, vagy még többet? Pervez állat. Azért ad ennyit, hogy ne kelljen törölnöd. Miért ne kelljen törölnöd? Mert ő abból él, hogy azokat nézegeti. Amikor ezt így valakinek el tudom magyarázni mondjuk egy 10 percben, hogy ez miért probléma, és rá tudom venni arra, hogy töröljön, és megérti ezt a dolgot, akkor nagyjából egy olyan hónapúval, amikor rákérdezek erre, akkor elküld engem melegebb éghajlatra, hogy basszus, amióta ezt mondtam neki, azóta tördi a leveleit. Mert nem úgy tördi az ember leveleket, hogy összes kijelölés törlés, hanem elkezdjük nézegetni, hogy hú, ez még kellhet, ez már tényleg nem kell. Tehát amikor valaki elkezdi törölgetni a leveleit, azzal azért rengeteg idő el tud menni. De ezzel a Google még jobban tud téged profilozni, mert tudja mi az, ami fontos számomra, és mi az, ami nem. Ez így van, csak utána, ha az egészet azt mondod, hogy a maradékot viszont elhozod onnan, akkor neki az a profilja marad meg, hogy te ez voltál, és onnantól kezdve kész, vége. De ezt a Thunderbirdben, mint hogyha be lehetne állítani, hogy a szerverről törölje, a mindenhol. Persze, de most mindegy, honnan tördöd, tehát a Google-nél megjelenik az a tény, hogy te töröltél egy levelet. Tehát arra nincs szükséged. Mindegy, hogy Thunderbirdön keresztül törlöd, vagy a Gmailen felületén keresztül törlöd. Na jó, de akkor... De mi az adatok eleve ott vannak, ezért
Igen, tehát annyit tud egyébként róla, hogy ez már... Ha már egyszer ott volt és letörlöm, akkor a Google ugyanúgy milyen csodája. Most nem a webben soltalan törlöm el, és például... így nézem, hanem lementem a gépemre, a gépemen ott van. Igen. De viszont azért a Google-on nincs. Tök sokan szoktak ízni. A Google-on volt addig, amit te elmindítottad a pendre. Levelezni. Persze. Tökre meglepő, de van, aki használja a pokhármat úgy, hogy automatice törli. És valaki beírta a supportra, hogy bug történt a Thunderbirdbe, és kitörölte az előző 10 év e-mailjét. És vissza szeretné szerepni. Visszajövök, hogy voltak? Nem. És akkor, hát akkor megszoptad, bazd meg. Tehát, hogy most, ha fontos volt, és nem volt róla backup, akkor nem volt fontos. Ez nem így van. Nem volt róla backup, akkor hatod. Akkor úgy fogalmazom, hogy nem volt elég fontos. Vagy hülye most... A user nem tudja azt, hogy mi az, hogy backup. Tehát úgy van vele, hogy ez tény. De gyakorlatilag user, én azt tudom is javasolni, hogy érdemes átnézni a Google fiókot, és ami nem kell, azt onnan törölni. És lehetőleg, ha így végig gondoljátok, nem tudom hány ember van itt, aki nem Gmailt használ. Nem! Ezért kérdeztem így. Ugye az a probléma ezzel, hogy általában ez az elsődleges e-mail címe a legtöbb embernek. Ide érkezik a bérlapja, a banki vonata, számlái, tehát gyakorlatilag azok az adatok, amivel őt nagyon jól lehet profilozni. Hol dolgozik, mennyit keres, milyen számlákat fizet, számla összegéből lehet következtetni arra, hogy milyen életet él. A bérlapról jut eszembe. Szerinted a Google rájön arra, hogyha úgy kapod meg a bérlapot PDF-be, hogy az jelszó van, de azt a jelszót egy előző e-mailben küldték el, azzal a felszöveggel, hogy jelszó 2. És utána elolvassa majd a bérlapjaidat is? Most, amikor indultam el, akkor láttam azt a hírt, hogy azt hiszem most akar élesíteni a Google azt a szolgáltatást Amerikába, hogy működik az, hogy azt mondod az asszisztensnek, hogy oké, Google, foglalj nekem asztalt az étterembe. És a Google oda telefonál az étterembe, és asztalt foglal neked. És ennek ez a, talán 2 vagy 3 évvel korábban mondták ezt a szokásos évi Google I/O-n, hogy ez a szolgáltatás arra is jó, hogyha például a Google oda telefonál az étterembe, és azt mondja, hogy szeretnék asztalt foglalni 9-re, de az étterem azt mondja, hogy oké, de 9:30-kor zárunk, akkor a szoftver azonnal a Google térképen javítja a nyitvatartást. Tehát ilyen szinten össze lesznek kötve a dolgok, és ez a szolgáltatás nagyjából most fog élesedni. Ami persze, megint csak, ha azt nézzük, akkor bizonyos emberek számára ez nagyon nagy előny, hiszen azt mondom a szoftvernek, hogy foglalj nekem egy asztalt, és foglal egy asztalt. De ugyanakkor én azért itt eléggé sok. De még jó lenne, hogyha még azt is megmondaná a csávának, hogy figyelj, a fél órában zabálni, elég lesz? Hát az nem elég, hogy módosítja a nyitvatartási időt az étteremnek. Előre lekirőzít. Nem, akkor vissza fog szólni neked, tehát megbeszéli vele ezt a dolgot. Nem. Van egyébként a neten ilyen vicces videók, amikor összeresztik a Google asszisztenst, a Mama asszisztenst, és beszéljék meg. Volt erre egy ilyen rohadt jó izé, az nagyon tetszett. De most valami kirúgatom a titkábelmet, ezek te vagy ki. Volt, hogy valaki ilyen élőadásban, valami focistát kérdeztek meg, hogy van-e valami hozzáfűzni valamilyen, és akkor így beordított az élő tévébe, hogy Alexa, install valami. És akkor az Alexa feltelepítette, nem tudom, hány háztartásba dolgok. Az ott egy jó példa volt erre a dologra. Törlök valami Gmailből. Miért gondoljam azt, hogy ez törölve is van? Ne gondold, mert nincs. Nem lesz törölve. Akkor miért töröljék bármit? Azért törölj bármit, mert hogyha nem... Jobban profilozzon? Nem. Ha nem 10 000 leveled van a Gmailben, hanem csak mondjuk 500, akkor sokkal könnyebben át tudsz menni máshova. Ugyanis, hogyha 8000 levéllel kell átmászol egyik helyről a másikra, akkor nem biztos, hogy azt meg tudod tenni. És igazából az e-mail, postafiók, tehát a postaládába se tartasz levelet. Ó, de én hónapokig. Legalábbis nekem nem 15 GB-os postaládám van, amiben ott állnak a levelek, amióta oda költöztem, hanem én arra használom a postaládát, hogy egy puffer, ami addig van, amíg nem kérem a leveleket. Tehát igazából az e-mailt is így találták ki.
Annak idején. Annak idején, csak akkor még nem kaptál naponta 30-at. Jó. Hát erre mintáztánk, igen. Azt nem tudom, hogy ki tudja például, az e-mailben nem lehet melléklet tenni. Szabvány szerint nincs ilyen, hogy e-mailben melléklet van. Olyan van, hogy a mellékletet át lehet konvertálni Base64 kódolásra, amitől szöveges valami lesz, és egyszerűen beteszik szövegként, és átküldik szövegként azt a mellékletet. Hát nyilván, de ez a melléklet az e-mailben. De szabvány szerint szerintem... Ez az RFC, nincs szabványa az e-mailnek, RFC van. Az RFC-ben le van írva, ez a SMIME szabvány előír, és nem SMIME szabvány. Pont ma reggel olvasgattam, nagyon olvasmányos egyébként. Az RFC-k egyébként jók, érdemes azokat megnézni, amelyeket április 1-én adtak ki. A HTTP 418, I'm a teapot. Igen, tehát hogy az te a főző vagyok, vagy micsoda? Teáskanna. Teáskanna vagyok. Akkor van egy olyan, hogy hogyan lehet IP csomagokat postagarambokkal szállítani. Meg van még egy valamilyen baromság. Uh-huh. Nem tudom, van egy ilyen lista, hogy miket adtak ki április 1-én. Nagyon jók egyébként. És ezek ugyanilyen RFC szabványok, tehát kvázi szabványok, mint az összes többi. Tehát az e-mailnek nincs szabvány. Tehát bárki implementálhat olyan szolgáltatást, hogy a postagarambokkal fogja a és például IP-t egyébként szolgáltatni. Jó példa az Outlook, hogy most... Csörög a telefon. Jó régóta ezzel szenvedek, hogy Outlookba kéne küldeni e-mailt, most éppen Pythonnal rakom őket össze, úgyhogy működjön. És a szabványos e-mail nem működik a klubban. Tehát valami nem szabványos teget kéne beletenni, hogy működjön ott rendesen, ugyanis elküldött szép HTML e-mailt, kitöltött izével, szöveges tartalommal, és nem működik. Mármint működik, csak közlelet, hogy nem akarod a webmögészőbe megnyitni, mert ez így nem biztos, hogy jó. Úgyhogy gyakorlatilag így összefoglalva azokat, amiket eddig elmondtam, hát látjátok, hogy olyan alapvető dolgok is tudnak adatokat szivárogtatni, amiről nem is gondolnánk, hogy adatokat szivárogtat. És ez ellen tényleg csak úgy lehet védekezni, hogyha ezek az adatok nem termelődnek. Tehát én nem szeretem azokat a szolgáltatásokat, ahol például ezeket nem lehet kikapcsolni. Például múltkor vettem vonatjegyet neten, mert úgy kényelmesebb, és jön a visszaigazoló e-mail benne mindennel. Gratulálunk, ön megvette ezt a vonatjegyet, kezdőállomás, célállomás, indulási idő, stb. Pontosan lehet tudni, mikor nem leszek otthon. És jön e-mailben, nem tudok kikapcsolni az értesítést, hiába mondom azt, hogy nem kérek semmit róla, ez akkor is jön. Vannak olyan dolgok, amiket praktikusan nem lehet kiküszöbölni. Tehát az, hogy nekem még mindig ez a telefonom van, ezzel el tudok bújni a Google elől, de a szolgáltató elől nem tudok elbújni, mert a telefonszolgáltatón tudja, hogy hol vagyok. De egy kicsit el tudsz bújni. Ne, nem tudok. Addig, míg elő nem veszed az izéből, a topból lehet, hogy leárnyékolod addig. De addig csak akkor nem tudom, hogy kiállod is belőle, tehát akkor minek a telefon, hogyha nincs, nem érhetem ők rajta elérhető. Okay. Ugyanez a helyzet a bankkártyával is, hogy bárhol fizetsz a bankkártyával, annak nyoma van, és azt a kártya kibocsátód, illetve a bankod, illetve akinek ezeket az adatokat továbbadja, azok tudják, hol költöttél, mennyit költöttél, mit vettél. Egyébként ezt kicsit a való élethez hasonlítanám, ugye amikor kicsit, mit tudom én, hogy jövő héten itt 3 óra és 4 óra között izé lesz, a villanyszerelés lesz, és ki van rakva az meg a lépcsőházról a bejáratra 2 héttel előtte. Na most, hogyha én bűnöző lennék, akkor mit csinálnék? Pontosan jövő héten elmennék, és munkás ruhába délután 3 órakor mondanám, hogy én vagyok a villanyszerelő, kérem engedjenek be a lakásba, és ellopnám a fél házat. Tehát ez gyakorlatilag ugyanez fizikailag. És ezeket se tudod kiküszöbölni, mert ki fogja rakni az a rohadék izé, főgázos, meg a egyéb szolgáltató a kis táblát a bejáratra, mert hogy security van, úgyhogy nem engedjük be az épületbe, ezért kirakja a fő bejáratra, hogy itt jövő héten jövünk szerelni. És ezzel is kezd jól lenni. És az a probléma, hogy igazából az adat és az információ között az a különbség, hogy az adat az egy tény, az információ pedig az, amikor ezt az adatot kontextusba helyezzük. És innentől kezdve, hogy te mennyire tudod kontextusba helyezni azt az adott adatot, attól függően leszel te okos vagy kevésbé okos. Tehát egy ilyen apróságból, hogy
mikor lesz villanyszerelés, vagy karbantartás, ebből rengeteg mindenhez hozzá lehet férni adatokhoz. Van még egy kedvenc XKCD képregénye ugye a témában, mondják, amit a kriptográfia nerd hisz, hogy ezen 4096 bites RSA-val ezt biztos nem fogják feltörni. És akkor mellette a valóság, hogy odaadják a rossz hírnek, hogy figyelj, itt egy 5 dolláros csavarkulcs, ezzel addig üsd a térdét, amíg meg nem mondja, mi a jelszó. Persze ezen sokat segít, hogyha maga az ember se tudja, hogy mi a jelszó. Igen. Csak az már rajta nem fog segíteni. Igen. Hát a jelszókezelőkről is lehetne beszélni, de ugye az most nem témája ennek az előadásnak. Tehát alapvetően így a adatok védelme a cél. És hát egyszerűen nyitott szemmel kell járni és olvasni a híreket, hogy mik vannak, és akkor lehet látni azt, hogy milyen fenyegetettségek vannak. Tehát például azt, hogy a Facebook például eltárolja az el nem küldött üzeneteket. Mert sokan úgy nem gondolnak. Tehát beírom, hogy na elmészte a jó édes. Innentől kezdve ez a te profilodban bele van kódolva, hogy te egyszer valamikor ennek az embernek ezt akartad írni, hogy de nem küldted el, de ugyanakkor a gondolat ott van benned. És nekem az a problémám az összes ilyen megfigyeléssel, hogy ha a személyre szabott dolgokat elhiszem, és azt mondom, hogy az számomra jó, akkor egy bizonyos pont után már mindent el fogok hinni, amit nekem ajánl a szoftver, mert ha 100-ból 98-ra ajánlott jót, akkor a 101-dik is valószínűleg jó lesz. És az 1000-dik is jó lesz. És lehet, hogy az 5000-diknél már azt mondom, hogy tök mindegy, mit ajánl, legyen, mert eddig mindig jó volt. És innentől kezdve fönnáll a lehetősége annak, hogy manipuláljon engem a szoftver. Ez a valóságban is tökéletesen. Ez mindenhol pontosan így van. Igen. És ott meg nem tudod kikerülni. Ki tudod? Ki minden tudod? Egyes alkalommal. Most, hogy mondjak egy példát, hogyha például, mit tudom én, rokonaidról van szó, akkor nem tudod kikerülni. Miért? Megszünted azt a kategóriát, hogy feltétlen bizalom. És mindenek hát, utána jó, lesz, jó. Csak van erre elég erőforrás. Igen. Meg nem kell elmondani a rokonságnak olyan dolgot, amit nem szeretné, hogy... Jó, most nem erre szíroztam, de... sok mindent lehet. Nem tudom, ki írta, de van egy ilyen mondata, hogy az ember egyik legfontosabb tulajdonsága az adatok fontosságának kiértékelési képessége. Hú. Igen. Egyfelől mély, másfelől meg egyébként is szinte bárminket. Nem, hogy tudd, hogy értékelt, hogy mi a fontos. Hát, hogy hogyha nem akarsz megszabadulni a GB-nek a úgymond biztonságos tárhelyétől, még az is jobb, hogyha letöltöd évente az e-mailjeidet, fogod rarral egy jelszóba betömöríted és visszatöltöd a tárhelyére. Ugyanott van, ugyanúgy, egy kicsit nehezebben férsz hozzá, de már nem látják, kevesebben látják. De már egyszer látták. De pont... Ugyanúgy ott van, tehát a... Google szempontjából az... Igen, látom. Ő azt is látja, hogy... Igen, de ha profilozik, azt is beprofilozik, hogy neked ezek már irreleváns adatok. Oké. És feltöltöttél egy csomó. És már hazudtál. De amit, hogy feltöltöttél, arról meg nem tud semmit. Ne úgy nevezd el arra, hogy ezek a régi fontos neveim, amit most nem akarok rejteni pontra. Nagyjából... Összetőkész. Nem, megvan a... Vagy azok a... Olyan az emberek. Egy olyan 8 oldal megvan belőle, meg össze van akkor felkezdve. Aha. Leülök és egy nap alatt, egy egy mes alatt meg tudom majd még 3-4 oldal. Arra majd keres rá, hogy a műegyetemnek van ez a... Jó, erre kevesebb az esély. Nem ide nagyon megfogadás, hogy technológiai téma. Ez a privát szférát erősítő technológiák, ez a... Hogy el lehet lopni, de ha én a böngészőt bezárom, és azáltal törlődik. Nem, azáltal nem törlődik. Azáltal nem törlődik,
hanem a böngészőt bezárod, az azt jelenti, hogy a böngésző újraindításakor egy új sütit fogsz kapni, vagyis ha visszamész ugyanarra az oldalra, akkor más ugyan lesz a munka mellett azonosító. Ez még ez sem igaz. Attól függ, hogy mennyi a sütinek a lejárata. De a munka de a törvény a sütiket a böngésző bezárásakor. De hogy jó opció. Várjál, tegyük fel, hogy azt mondod, hogy a böngésző bezárásakor minden süti törlődjön, és nem jelentkezték egy weboldalból. Bezárod a böngészőt, újraindítod a böngészőt, fölmész a weboldalra, mivel nincs sütid, ezért te új látogató leszel, újra be kell majd jelentkezned. De az a munkamenet, amit korábban indítottál a szerveren él, mert ő várja azt, hogy te még azzal hátra küldesz valamit. Nem biztos. Tehát ha azt a sütit valaki ellopta, a munkamenet érvényessége alatt föl tudja használni. Kérdés, hogy mennyi ugye a munkamenet. Kérdés, hogy mennyi a munkamenet érvényessége. Egy óra vagy örökké? De azt viszont nem én tudom, hogy azt nem én állítom be. De ha kijelentkezel a szolgáltatásból, akkor megszünteted a munkamenetet. Kivéve, hogyha nem szünteti meg ugye igen. A szervet. Igen. De nyilván ez ellen én nem tudsz. És egyébként a süti az minden egyes kéréskor mozog. Tehát az azt jelenti, hogy ha neked tartalom kezelő rendszered van, akkor ő simán tele tudja sütizni az összes userét. Tehát ezért kell, igen, ezt akartam majd mutatni, csak egy kis szünetet tartunk még már szerintem, mert sokat beszéltem, hogy a Firefoxot szerintem hogyan érdemes beállítani úgy, hogy azért figyeljen a magán szférára, mert a mostani verzióban már rengeteg mindent be lehet állítani, és például sok esetben azt veszem észre, hogy a tartalom, hogy a uBlockba engedélyezem, és mégse tudok hozzáférni valamihez, mert a Firefoxba viszont letiltottam. Tehát már egy okos Firefox beállítással is nagyjából lehet egy ilyen mindenféle védő szoftvert helyettesíteni. Egyébként jó, ott még egy kérdés lett volna valakinek. Ugyanígy cookie kapcsán, hogy én a MeetProBlock mellett még az I don't care cookies is használom, viszont nem állítgattam be, de az inkább ilyen elfogadós ilyen. Igen, az abszolút elfogad mindent. De viszont Ctrl-Shift-P-vel kezdem a böngészést, tehát én az mindegy, a privát mód az annyit csinál, hogy a böngésző nem menti el az előzményeket. De a kiszolgáló szempontjából nincs privát mód. Meg még annyit csinál egyébként az új Firefox például, hogy ott a third party cookie le van tiltva. Nekem egyébként is le van tiltva. Értem, csak másoknál, hogyha az alapból nincs, ott letiltja. De hogy a meglévő sütit, azt nem tiltja le. Tehát igazából a Firefoxnak a privát módja, az gyakorlatilag csak arra jó, hogy ha más odaül a gépethez, akkor nem látja, hogy te mit csináltál. De a kiszolgáló nem tudja, hogy te privát módban netezel. Semmit nem véd. Ez olyan, mint hogy be lehet állítani azt, hogy olyan információt küldesz a weboldalak felé, hogy ne kövessenek tőled. Bárki kérhet bármit. Igen, kérni lehet. Küldtetek a NAV-nak egy levelet, hogy légy ki, hadd ne adózza. Tehát ez kb. Ennyit ér. Úgyhogy alapvetően vannak olyan módszerek, amelyeket szabályok tiltanak, és vannak olyan módszerek, amiket szoftverek tiltanak. És amit szabályok tiltanak, az csak olyan, hogy ne ölj! Ez egy jogszabály például. De attól még nem akadályoz meg ez senkit abba, hogy öljön. Azt, hogyha mit tudom én, levágják a kezét, mert ölt, onnantól kezdve azzal a kézzel már nem fog ölni. Ez tényleg akadályozza. Vagy bezárják a börtönbe, akadályozzák a szabadságát, innentől kezdve nem fog tudni elmenni onnan. Tehát ezek azok a védekezések, amik ténylegesen működnek. És a neten is ezt kell sajnos csinálni, hogy nem elég az, hogy te megbízol a szabványokban, meg a protokollokban, hanem egyszerűen neked kell olyan szoftvereket használni, ami ezeket megtiltja. És akkor erről lesz valamennyire szó, legalábbis beállítás szinten. Igen, megmutatok egy-két dolgot, hogy... Kis üzenet, cigi üzenet? Igen. Igen, én azt kérdezném, hogy ha Androidos telefont újra telepített, és ez egy kérdés, hogy mit egy Ubuntu-t átcsapni, nem tudom, valamit, amit én biztonságosabbnak tartok, hogy és még azon keresztül, toron keresztül, böngészek, az mennyivel lehet biztonságosabb, és igaznak a készüléget, hiszen azt mondta... Ősszel voltam, mint utolja a szakaszát, más készüléket. Tehát úgy tudom elérni azt, hogy igen, nem, most más a cég nézős is, hogy Wi-Fi-n keresztül kettő nap munka van, kettő nap akarsz védekezni? Mit akarsz meggátolni? Én szerintem a legnagyobb biztonságra törekszik át. Mert alapvetően nekem az Androiddal a legfőbb bajom az, hogy Google. Tehát, hogy ugyanúgy mindent monitoroz.
és az alternatív Androidok, Lineage.os és társai. Alapvetően, ami nem Google, az a Google ellen véd. Tehát a Lineage.os meg az ilyenek azok jók, kivéve, hogyha felrakod a Play Services-t, annak ez a Google lesz belőle. Jó, én nem nyomom. Tehát az a baj, hogy ha felraksz egy Lineage.os-t, és felrakod rá a Play Services-t, akkor tudsz, ugyanott vagy vele, de kénytelen vagy felrakni, mert például nem fogod tudni telepíteni mondjuk a bankod alkalmazását Lineage.os-re, ami csak a Play-ből érhető el, mert nem tudsz felvenni a Play-re. Számomra ismertem, hogy nincs Androidon. Ahhoz, hogy fölmenj a Play-re, ahhoz regisztrálni kell, gondolom. Én sem használok Androidot, csak úgy tudom, hogy ahhoz, hogy a Play-re fölmenj, neked mindenképpen regisztrálni kell. Be kell jelentkezni, és akkor úgy. Innentől kezdve bejelentkeztél. De az alkalmazások elérhetőek. A APK Mirror-on például visszamenő verziók. Tehát, hogy az alkalmazásokat ott le tudod szedni. Igen, az nem, az azért én egy banki alkalmazást nem biztos, hogy ne leszedni. Jó, ez más kérdés. Tehát, nekem is vannak okostelefonjaim, amiben nincs SIM-kártya, mert én számítógépnek használom őket. Én például a F-Droidról töltök le mindent, oda nem kell bejelentkezni, ott bármit le lehet tölteni. Fölrakod a F-Droid. Gyakorlatilag olyan alkalmazás volt, mint a Google Play, csak annyi a különbség, hogy nem kell bejelentkezni hozzá. Fölrakod az F-Droid klienst a telefonra, ugyanúgy tudsz keresni, letölteni, kapod automatikusan a frissítéseket, minden, de anonim módon. És csak nyílt forráskódú szoftverek vannak benne, ezáltal meg lehet bízni abban, hogy azok nem csinálnak biztonságot, ha pedig nem bízol, akkor ott a forráskód nézd meg, vagy fordítsd le magadnak és tedd föl, tehát innentől kezdve nagyon egyszerűen meg lehet csinálni. Balázsáról a fordításról lenne egy kérdés, hogy ezt így hogyan tudják azt így lefordítani, hogy ezt így... Fölrakod az Android Studiót, letöltöd GitHubról vagy GitLabról a forráskódot, és lefordítod az Android Studióval. Kb. Egy néhány kattintásra meg lehet csinálni. Mm-hmm. Ők is ezt használják, tehát nagyon egyszerűen működik. Nem biztos egyébként. Egyébként a kellene, folytassuk akkor a előadást. Volt itt egy Facebookos kérdés, meg tudnád ismételni, hogy mi volt az a kérdés? Hogy mit ajánlasz azoknak, akik mindenképpen szeretnének Facebookot meg Google-t használni, hogy van-e arany középút? Igen, tehát van arany középút a Facebookon Google használatra. Hát ugye az a probléma ezzel, hogy alapvetően, ha bejelentkezel egy ilyen szolgáltatásba, Gmailbe vagy pedig Facebookra, akkor két dolgot csinálsz. Az egyik az, hogy vagy tartalmat osztasz meg, tehát posztolsz vagy e-mailt írsz, a másik pedig az, hogy tartalmat fogyasztasz, tehát vagy mások posztjait olvasod, vagy pedig mások e-mailjét olvasod. És mind a kettővel az a probléma, hogy folyamatosan figyelik az összes tevékenységedet, tehát amit te küldesz, az a profilodhoz hozzáadódik, hiszen az te vagy. Amit olvasol, az pedig az érdeklődési körödet fogja meghatározni. Tehát, hogy kiknek a leveleit olvasod el, kiknek a profilját nézed meg, kiknek a hozzászólásait lájkolod, kik azok, akit például letiltasz az üzenőfaladról. Ezek nagyon sokat mondanak a kapcsolatokról. És az, amikor te kitalálsz valamit, és azt hiszed, hogy ez egy jó ötlet, és most találtad ki, a Facebook ezt már megjósolta, meg a Google ezt már megjósolta előre. Lehet, hogy nem akkor, hogy mit tudom én, holnap 13 óra 35 perckor azt fogod csinálni, hogy, hanem mondjuk úgy, hogy a közeljövőben, várhatóan 3-4 napon belül ezt fogod csinálni. És ez az eddigi viselkedésedből következik. És hogyha én mondjuk azt mondom, hogy a átlag embereknek jobban kell félnie attól, hogy hogyha van valami titkuk, vagy valami nem akarják, hogy a Facebookon kiderüljön, akkor inkább a ismerőseiktől kell ezt féltenie, nem pedig a nagy cégektől, Google-től, meg a Facebooktól. Mert mondjuk... Tehát, hogy mi a veszélyesebb a Facebookon, ha kiteszek valamit, vagy az ismerősök által jut ki az adat? Nem, hanem inkább a... Nem a nagy cégektől kell félni a átlagembernek, vagy nem a nagy cégektől kell félteni a információt saját magáról, hanem a saját ismerőseitől inkább. Lehet. Tehát alapvetően, ha valami információ számodra bizalmas, akkor azt nem kell közzétenni. Mert ha közzéteszed, akkor onnantól kezdve már félteted, hogy az ki fog kerülni. Ez most mindegy, hogy a nagyvilágban teszed, gondolok, vagy pedig a... Amiket egy Facebook profilból mondjuk, mit tudom, mondjuk kiraksz egy képet.
mondjuk nyilvánosban. Azt tudod, de hogy a Facebooknak van egy olyan szabadalma, hogy a képen lévő, tehát a fényképező kamerájának a hibája az megjelenik a képen. És ebből a hibából meg tudja mondani, hogy a képet te készítetted még akkor is, ha más tölti föl. Hát azt nem tudtam. Tehát ilyen szintű monitorozások vannak. Mit tudom, mondjuk feltöltök egy képet, ami nyilvános, nem egy titkos kép, de mondjuk tehát nyugodtan láthatja bárki, de mondjuk belájkolja X ismerősöm. És akkor, mivel hogy nyilvános, bárki megnézheti azt, hogy ki lájkolta, és már abból is lehet arra következtetni, hogy kik az én ismerőseim, kik nézték ezt a képet. Igen. Ez rövid válasz. Igen, és ezt csak azért mondom, mert ezt előbb megnézik az ismerősök, előbb nézegetik azt, hogy na most akkor neked milyen ismerőseid is lájkolják a képeidet, mint hogy tehát ezzel akkor, egy nagy cég foglalkozik. Akkor nincs arany középút gyakorlatilag, hogy használd a Facebookot. Tehát ha nem szeretnéd, akkor ne használd. Ha, igen, ezt nem azért kérdeztem, mert szerintem akkor... van, hanem meg kíváncsi voltam, mit mondasz. Én mentegettem le ilyen kis képeket magamnak, amit ilyen mémek, hogyha valakinek kérdése van, akkor tudjak egy mémmel válaszolni. Legutóbb egy olyat mentettem le, amikor a Jégkorszak című mesében van az a két ilyen oposszum, vagy nem tudom micsoda. És kérdezi tőle a tigris, hogy mondjátok már, hogy ti miért vagytok ilyen boldogok állandóan. És akkor összenéz a két opossum és mondja, mondjuk el neked titkot? Nagyon mondjuk el. Azért, mert tök hülyék vagyunk. Egyébként most mondok egy példát, hogy arany középútról meg, vagy hogy mitől is kell félni. Azzal szerintem, hogy te jelezted, hogy nem szeretnél kormányzati kommunikációt kapni a ügyfélkapunk keresztül, azzal valószínűleg sokkal több információt adtál ki magadról, mint a Gmailen keresztül valahol szemmű 10 évet. Röviden ennyit tudok mondani. Nekem is ez jutott róla. Nem biztos, mert ezt egyszer beállítod, és onnantól kezdve... Értem, csak abból, hogy mikor állítod be, az kurvára ki fog ide. Hát amikor a tököd tele van vele, hogy tele a kosztalázat hülyeséggel. Erről van szó, pontosan. Csak tehát azt mondom, hogy ezért gondolkodunk egyébként szerintem egy kicsit más ezzel az egész adatvédelmi témával, tehát hogy igen, az tény, hogy rendkívül aggasztó, amit a Google meg a Facebook csinál, csak személy szerint engem jobban aggaszt, amiről már kiderült, hogy visszajelnek az adataiddal, mint az, akiről még nem derült ki, csak valószínűleg nagyon jól vissza tudnának vele élni. Jó, tehát akkor ha már visszajeltek az adataiddal, akkor az már mindegy. Azzal nem tudsz mit csinálni. Így is lehet mondani, de azért egyébként ez nem igaz. Akikről meg még nem derült ki, ott pedig tudsz azzal védekezni, hogy ha nem osztasz meg magadról adatokat, akkor nincs mivel visszaélni. Illetve minél kevesebb adat van. Persze, ezt értem. Csak... Van a másik véglet, van, aki például úgy védekezik ez ellen, hogy mindent megoszt. Folyamatosan. És innentől kezdve legyen mesterséges intelligencia talpán, aki kiszűri a releváns dolgokat abból a sok halandzsából. Jaj, ezt értem. De mondjuk ő sportot üzemből, tehát néha elmegy olyan helyre vásárolni, ahol megveszi, és kidobja azt a szemétbe, mert nem kell neki, csak azért vásárolt, hogy legyen egy nyom, hogy ő ott vásárolt. Tehát ennyire össze lehet zavarni itt a képeket. Múltkor olvastam egy cikket arról, hogy például érdemes-e az e-mail címek helyett azt írni, hogy a kukac helyett kiírod az, hogy et, a pont helyett meg kiírod az, hogy dot. Mert állítólag a spam robotoknak már tök mindegy, mert ezekre ugyanúgy ráugranak. Erre biztos. És nem. Mert hoztak olyan példamondatokat, amiben ezek voltak benne, hogy et, valami, dot, nem tudom, tehát nem lehet kiszűrni a e-mail címet a tényleges tartalomból, egy ilyen egyszerű módszerrel. Ja, mondjuk az biztos, hogyha valaki rákeres a Translation Credits-re, és onnan szeretne e-mail címeket kopizni. Én mostanában a nyilvános PGP kulcsomból kapom a spameket. Hát igen. Mert abban benne vannak az e-mail címeim. És valahogy ugyanaz a spam hirtelen egyszerre minden e-mail címről megérkezik ugyanabban a pillanatban. Mire rájöttem, hogy honnan jön, ez van. Tehát akkor ha már rátértetek erre a kormányzati levelek letiltására, akkor már elmondott, hogy miről van szó, vagy hol lehet letiltani. Mert küldött linket a chatben. Azt jó, tudom, arról van szó, hogy van egy ilyen rendelkezési lehetőséged az ügyfélkapon keresztül, hogy meg tudod tiltani azt, hogy az adataidat marketing célokra kiadják. Tehát ha nem szeretnél kapni,
a kormánytól, meg egyéb dolgoktól ilyen mindenféle leveleket, hogy vegyél részt a nemzeti konzultációban, meg ilyen hülyeségekbe, akkor ügyfélkapunk keresztül ezt le lehet tiltani. És úgy néz ki, hogy működik, mert a családban mindenki megkapta, én nem kaptam meg. Egyébként vicces, mert ha csak szigorúan a GDPR-t nézzük, ez tipikusan az a helyzet, amikor mondhatná azt a kormányzat, hogy neki, hogy mondják ezt... Neki piaci érdeke ehhez nem fűződik. Hát piaci nem. Jogos érdekes. Jogos érdeke fűződik. Ez szerintem jól meg lehetne indokolni. Az a baj, a jogos érdek nincs a GDPR-ban definiálva. Tehát nincs. Nekem jogos érdek... Csak tudod, hogy a lényeg? Az, hogy te magyar állampolgár vagy, te magyar állampolgár vagy, ha te peres eljárást indíthatnál, akkor te a magyar kormány ellen indítanál peres eljárást, amit a magyar ügyészség vezetne le. Innentől kezdve gyakorlatilag tök mindegy, mi a tökömről van szó, mert tuti, hogy nem fognak. Jó, ez már elkanyarodik az előadás témáját, úgyhogy ez... Ez erősen, csak mondom, hogy... Most lépjünk ezen tovább. Na, az volt itt a kérdés, hogy nézzük meg a Firefox-ból, hogy milyen lehetőségek vannak a adatvédelemre. Ez a Firefox-nak a beállítások oldala, és itt van egy ilyen, hogy adatvédelem és biztonság. És itt lehet különféle dolgokat beállítani. Nem tudom, hogy ez itt alap beállítása vagy sem. Lehet, hogy alap beállítás. Ez az alap, mert standard. Hát ugye én alapból a, vagy a custom-ot, vagy a strict-et, tehát a szigorút, vagy pedig az egyénit szoktam használni. A szigorúnál be lehet állítani, hogy például az ismert követőket letiltsuk le a különböző oldalakon. Ezek az ismert követők, ezek szerintem ide tartozik a Google Analytics meg a társai. Tehát amik olyan scriptek, olyan sütik, amik ilyen tartalomszolgáltatótól vagy egyéb harmadik féltől származnak, és ezeket le lehet tiltani. Egyébként ez annyit, hogy a Google Analytics az nem egy ilyen homogén massza. Tehát van olyan Google Analytics, hogy azt te szolgáltatod, tehát hogy azt, ezt nem fogja letiltani. Csak a szigorúan a third party-tól beágyazott Analytics-et tiltja le. Egyébként adatforgalom csökkentése érdekében érdemes ezeket letiltani? Tehát, hogy csak azért. Tehát adatforgalom csökkenése érdekében érdemes letiltani, hát én amiatt is tiltom, tehát sokkal gyorsabban töltődnek be az oldalak. Igen. Forgalmat ezt nem csökkenti jelentősen, a letöltést ezt figyel. Követők. Ugye követőknél, hát itt nagyon sok magyarázat nincs hozzá, be lehet állítani, hogy alapból ezek szerintem csak a privát ablakokban vannak a letiltva, tehát az alap Firefox beállításokkal. Én ezt mindenképpen az összes ablakra be szoktam állítani, tehát én nem nagyon szeretnék követőket. Illetve van még itt egy blokkolási lista, ami csak két elemű. Van ez a Disconnect.me, ez egy szolgáltatás, ahol összegyűjtötték ezeket a követőket, és ott két lista van, van egy alap, meg egy szigorú. Én ezt át szoktam tenni a szigorúra. Azért arra figyelni kell, hogy itt is figyelmeztet, hogy néhány weboldal esetleg nem működik tökéletesen, mert hogyha ez a weboldal működéséhez szükséges ez a harmadik féltől származó dolog, akkor értelem szerint nem fog működni. Viszont ha ezeket beállítod, most itt nem mentem el, mert ez nem az én gépem, akkor itt fönt megjelenik majd egy lehetőség, ami mutatja, hogy mik vannak letiltva. Ugye ezen a weboldalon most éppen nem lehet mit letiltani, mert nincs mit. De más weboldalaknál ott lehet látni, hogy miket tilt le, és itt ki tudod kapcsolni, pontosabban kivételként hozzá tudod adni. Tehát én azt javaslom, hogy állítsatok mindent a lehető legszigorúbbra, és ha valami weboldal nem működik, akkor azon az egy weboldalon kivételként hozzá lehet adogatni a dolgokat. Jó, akkor sütik. Ugye a sütik azok kellenek, tehát ha sütiket teljesen letiltod, akkor tényleg egy csomó minden nem fog működni. Tehát azt nem javaslom, hogy tiltsd le a sütiket. Gyakorlatilag minden web alkalmazás meg fog működni. Tehát ahova be kell jelentkezni, azok ott meghalnak. A sütiket én úgy szoktam beállítani, hogy minden harmadik féltől származó sütit tiltson. De alapvetően a harmadik féltől származó sütik, azok olyan sütik, amiket nem az adott weboldal helyez el a gépeden, hanem a weboldalhoz kapcsolódó egyéb erőforrások fognak téged besütizni. És ezeket lehet itt letiltani. Értelemszerűen a weboldal saját sütijeit nem érdemes letiltani, mert akkor nem fog működni.
arra nagyon szerintem nincs ráhatás, hogy a sütin belül tudjál tiltani, hogy mit adsz meg benne és mit nem. Tehát ez ilyen bináris, egy adott weboldalról vagy minden süt engedélyezel, vagy semmit sem engedélyezel. Tehát a süti tartalmát nem fogod tudni eltenni. Egyébként már vannak olyan oldalak, amik érzékelik, hogyha letiltottad a reklámot, akkor az oldalt se jeleníti meg. JavaScript-tel mindent meg lehet csinálni. Csavaró. Én pont ma találtam egy ilyet, szerintem azt el is küldtem valamelyik csoportba, hogyha nem fizet az ügyfél, akkor rá lehet tenni egy olyan JavaScript-et az oldalára, beállíthatsz egy időszakot, hogy mennyi minden nap egyre inkább, tehát ráteszel egy teljes divet az oldalára, ami teljesen átlátszó, és napról napra csökkented az átlátszóságát. Igen, és idő után ki fog fehéredni az ügyfél. Csak nyilván, hogyha az ügyfél PHP-t futtat, akkor ez triviálisan ki tudja törölni. Jó, sok módszer van, tehát ezek a kliens oldali dolgok azok, tehát a kliens oldal az én játékfelem, ott én diktálom a szabályokat. A szerver oldalon a programozó diktálja a szabályokat. Kliens oldalon ott én döntöm el, hogy mi legyen. De egyébként a e-privacy is tipikusan erről szól, hogy automatizálva legyen az, hogy milyen süti. Vagyis nem igen. Csak erről, de vannak, erről vannak szól. Olyan sütik, amik az oldal működéséhez engedhetetlenek, azokat értem, szóval nem lehet letiltani, mert nem fog működni az oldal. Jaj. De azok, amik marketing célú sütik, meg ilyen egyéb követő sütik, azokat pedig felhasználó hozzájárulásával lehet csak használni. Jaj. Jó, van ez a ne kövessenek, amit el lehet küldeni a weboldalaknak. Hát én beszoktam mondani, hogy mindig, szerintem ennek semmi értelme nincsen. Sőt, minim. Tehát itt... Sőt, rosszabb, ha bekapcsolod, akkor jobban tudnak követni. Szerintem ez egy nem implementált funkció a szerver oldalon, tehát mindegy, hogy te mit küldesz, hogy ugyanúgy fognak dolgozni. Google azért figyeli. Jó, akkor van egy ilyen, hogy sütik és oldaladatok. Ugye itt vannak elég érdekes dolgok, na most én azt szoktam beállítani, hogy a sütik azok... azok a Firefox bezárásokat törlődjenek, azok hol vannak? Följebb föl, még ott ahol az ilyen a harmadik féltől, nem abba? Nem itt most van. Most erre alsó? Sütik megtartásra. Engedélyezés megtartásra. Nem, ezek az adatok. Itt, csak nem bögi ki a szememet. Jó, tehát be lehet állítani, hogy a Firefox bezárásokat törlődjön az összes süti. Ez problémás tud lenni olyan oldalaknál, amit gyakran használsz. Tehát például én a Telegramot webben keresztül is használom. Ha ez be van állítva, akkor minden egyes Firefox indulás, akkor be kell jelentkeznem újra a Telegram webes szolgáltatására. Éppen ezért van itt egy lehetőség, hogy hozzá lehet adni kivételként oldalakat, amiknél viszont nem szeretném törölni a sütiket, és akkor azt meg fogja tartani. Tehát alapból minden törlök, kivéve azt a néhány oldalt, amit nem szeret, tehát tényleg napi szinten használom, és magamat szivatnám vele, hogy mindig be kell jelentkeznem újra. Meg még erről ennyit, hogy a sütit ezt letilthatod, meg törölheted, de a local storage-ra ugyanez nem vonatkozik. Tehát ha a local storage-ba tartja a sütit, akkor... Az nagyjából ez. Ott a managed data-ban van. Csak itt ugye, ez most annyiban változott, hogy még nincs kész az új GUI. Úgyhogy nem tudsz olyat csinálni, hogy csak egyes tartalmat törölj ki a local storage-ból. De a konzolból lehet. A konzolból tudsz, csak... Hát ide még nincs kivezetve. Innen nem tudsz. Mert ez régen benne volt, csak ez kivett. Jó, jelszavak, bejelentkezések. Hát én ezt nem szoktam használni. Van jelszókezelőm. Igazából... Azt én is mindig letiltom. Igazából, hogyha be kell jelentkezni, akkor én bejelentkezek. Ha meg olyan oldalról van szó, hogy megjegyeztetem a Firefox-ra, akkor meg olyan jelszó van, hogy tök mindegy, mert regisztráltam egyszer, és jó az is, és nem annyira fontos. Na nekem a speciál be van kapcsolva, mert szinket letolja. Na, a szinket sem használom. Tehát ugye fölmegy valahova, onnan lemegy valahova, tehát ott is lesz egy példány. Oké, ez a... Egyébként nem lesz példány. Pont ez a tök jó benne, hogy tök sokan írják, hogy hát náluk van szink, úgyhogy biztos van róla backup, és visszajövök, hogy nincs. Tehát a szink az nem backup, nem backup. Akkor mi alapján szinkronizál? Azzal, hogy ha be vagy jelentkezve, akkor leszinkel, de ha a szinket egy gépen használod, akkor nem ér semmit,
mert nem szinkronizál, nem menti el. Régen... Tehát eszközök között szinkronizál, és ahhoz, hogy szinkronizál, mindkét eszköznek be kell kapcsolni. Így van. Tehát, hogyha ha azt mondod, hogy itt van egy gépen, van szink rajta, telepítsük újra az oprendszert, kidobta el mindent a kutyába. Jó, előzmények. Én úgy vagyok az előzményekkel, hogy ezt én meg szoktam éreztetni vele. És ha valami zavar, akkor akkor nyomsz egy altot, és akkor itt a eszközök, hol van ez? History és Control Shift Delete vagy valami ilyesmi. Control Shift Delete. Show all history, tehát összes előzmény megjelenítése, ja. És itt tudsz rá keresni, tehát hogyha valamit ki szeretnél törölni innen, akkor azt kézzel ki lehet törölni. Én azt szoktam, tehát ha például egyszer beírtam egy oldalt, és mondjuk elírtam az URL-t, de megjegyezte, akkor ki lehet szedni, és akkor nem mindig azt fogja behozni. Vagy hogyha webalkalmazásokat fejlesztesz, mint én, akkor Ctrl Shift P, és akkor nem jegyzi meg a basic autentikációt, amivel nem lehet kilépni. Igen. A mentett jelszavakra visszatérve, azzal még az a baj, hogy tehát, és hogyha persze ez is csak akkor érvényes, hogyha valaki le tud ülni a gépedhez. Tehát van egy olyan gomb, hogy jelszó megjelenítése. És ezért akkor valaki tudja a jelszót. És hogyha ugyanazt a jelszót használod sok helyen... Ne használod az emberi hülyesége, nincsen orvosság. Én nem használom. Ha valaki ugyanazt a jelszót használ több helyen, akkor az így járt, az nem tudok mit csinálni. Én nem használom ugyanazt a jelszót több helyen, csak mondom, hogy van ez a példa is. Majd erről is lehet külön előadást tartani. Volt már ilyen példa. Nekem egy jelszavon van, én egy jelszót tudok, többi jelszót nem tudom. Jelszókezelőben van benne. Egy jelszót tudok, ami jelszókezelőt nyitja. Volt már ilyen példa, hogy egy csaj a pasiának így derítette ki a jelszavait, és mivel, mit tudom én, a freemail-es jelszavát tudta, ezért Facebookos jelszavát. De a vizsgálóval rámutatsz és átírod a textre, és ott onnan is ki tudsz szedni. Tehát nem olyan bonyolult az. Igen? De a mesteri jelszó az nem az, hogy a jelszavakat csak azzal lehet megnyitni, azzal a mesteri jelszóval? Elvileg arra van, tehát amikor indul a Firefox-ra, akkor kírja a jelszót, és azzal oldja fel az csak arra való? Az csak arra. Ja, tehát ha leül, ha fizikailag hozzáfér, akkor... Igen, tehát a fizikai hozzáférés ellen egyedül kizárólag a diszk titkosítást véd. De az is csak akkor, hogyha nem bekapcsolva fér hozzá ugye, a géphez. Tehát, hogy igen, az, hogyha kikapcsolva vissza a gépet, mint én, ha most ellopják azt a számítógépet, akkor le van titkosítva az alap partíciója, tehát hogy... Elvileg, viszont, ha nem te vagy a zenesá, akkor nem tudod ellopni a tartalmát, mert le van. Jó, itt vannak egyéb engedélyek, kamera, mikrofon, meg a hely hozzáférés, ezt én vagy letiltom, vagy úgy állítom, vagy kérdezze meg. És akkor majd eldöntöm azon az oldalon, hogy engedélyezem, vagy sem. De általában nem nagyon szoktam ezt engedélyezni. Még a lemez titkosításhoz hozzá lehet tenni annyit, hogy én még azt szoktam, hogy beállítom, hogy képernyővédő mondjuk egy, mit tudom én, 5 perc inaktivitás után, vagy 15 perc jelszót után kérjen jelszót. Az jó védelem szerintem? Nem. Mert ott van a memóriában, tehát hogy... Meg az csak az egyik konzolod. Van még egy csomó más konzolod is. Na de hát azon meg jelszó van. Oda be kell lépni. Hát igen, de... Jó, de nyilván, ilyenkor meg valószínűleg egy live CD-vel újraindítja a gépedet, és nyilván nem a FBI meg a CIA ellen akarok védekezni, hanem egy egyszerű, mit tudom én, betörő ellen mondjuk. Ha egyszerű felhasználó ellen kell védekezni, akkor nyitsz egy VI-t és ott hagyod. És nem tudod kivédni belőle. Egyszerű felhasználó ellen szeretnék védekezni, megnyomom a Ctrl+F1-et. Igen, de a VI-ben nem tud keresni. Hát azt nem, de azt is meg tudjuk keresni ezzel. Jó, hát én ilyeneket alapból ki szoktam kapcsolni, ezek a használati adatok, meg telemetri adatok, megküldjön ilyeneket. Én ezt minden szoftverben kikapcsolom. Tehát... Egy off-topic kérdésem lehet, igen? Hogy Linuxon az ilyen weboldalról érkező spamektől, meg vírusoktól, meg ilyesmitől igaz az, hogy nem kell félni egyáltalán? Mi az, hogy spam? A spam az e-mailben jön, azok függetlenül az operációs rendszertől. Nem úgy értem, hanem a spyware programok meg... Azoknak meg nagyon nagy része Windowsra van megírva. De egyébként ha böngészőben fut, akkor meg halál mindegy, mert az minden op-rendszert ugyanúgy érint.
Böngészőben fut, az ugyanúgy működik Linuxon is. Az olyanok nem működnek, hogy kapsz mondjuk egy képernyővédőt, ami egy Microsoftos képernyővédő, és abban van egy makró, vagy egy Word dokumentumban egy makró, azok értelemszerűen nem működnek Linuxon. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy az összes kártékony hogy kód egy program. Persze. Ugyanúgy, mint hogy Windowsos programokat nem tudsz futtatni Linuxon, a Windowsos kártevőket se tudod futtatni Linuxon. A Linuxos kártevők futtathatók Linuxon. Tehát ha ráveszed a felhasználót, ha ráveszed a felhasználót, hogy indítsa el azt a programot, amit küldtél neki, akkor az ő nevébe az le tud futni, csak a Linux annyiból biztonságosabb, hogy amit a felhasználó meg tud csinálni, az gyakorlatilag a home mappájához van hozzáférés. Egyébként ezt hozzáteszem, hogy ez Windows-on is így van, hogyha userként indítasz el egy cuccot, az nem fér hozzá a programfájlhoz, a Windowshoz, egy csomó mappához nem fér hozzá. Igen, de általában a Windows-on a egy felhasználó a rendszergazda is egybe, tehát a jobb klik futtatás adminisztrátorként oké, okay, és már adminisztrátor. Jó, igen, hogy Linuxon pedig ezt nem tudja megcsinálni, mert följön az ablakon, be kell írni a jelszót, és általában... Kivéve, hogyha Ubuntu használ is nincs jelszó. Igen, na mindegy. Hát a rendszergazdának van jelszava. Ezt mindig kéri. A másik kérdés, hogy és ami a böngészőbe települ, mondjuk Linuxon, azt a extensionöknél el is lehet távolítani, vagy ott se látom? Attól függ, hogy milyen. De várj, böngészőbe települ, inkább azt mondanám, hogy böngészőben fut. Tehát a weboldalon van valami JavaScript, ami akkor fut le, ha megtekinted. Nem, én nem arra gondoltam, hanem arra, ami fel is települ a gépre. Hello. De a gépre nem tud feltelepülni, mert ahhoz rendszergazda jogokra van szükség. Értem, jó, oké, semmi. Ki lehet kerülni, persze, fölrakja magát a TMP-be. Ez most ez egy olyan dolog, hogy az én gépemre... A JavaScript nem tud fájlokhoz hozzáférni. A JavaScript nem tud fájlokat. Ha nincs egy zero day a böngésző. Én gépemre nem szoktak ilyenek települni, de megkeresnek emberek, hogy hidd el, én semmi olyan oldalt szerintem nézegettem, és tele van a gépem vírussal. Én vírusírtót soha nem használtam Ubuntu-t. Én sem. Nyilván ezek az emberek, akik megkeresnek engem, hogy tele van a vírussal a gépem, bocs. A Windows-os mind, persze. A 10 éves unokaöcsémé egyszer fordult elő az, hogy a böngésző mindenféle fritzpancot dobált föl. Sok kedvem nem volt hozzá, távolról be tudok SSH-zni. Letöröltem a home könyvtárat. Köszönjük szépen. Viszont látásra a probléma megoldódott. Tehát körülbelül ebben a tartalomban van bekorlátozva minden fasság. Jó, ez viszont egy érdekes dolog. Ez a káros tartalmak blokkolása. Ugye ez arról szól, hogyha van egy adathalász weboldal, amit valaki bejelentett, hogy ez egy adathalász weboldal, és ha fölmész ezzel a böngészővel arra az adathalász weboldalra, akkor kapsz egy szép nagy piros ablakot, hogy ez káros tartalom és veszélyes lehet és ne használd. Honnan tudja a böngész, hogy ez káros tartalom? Onnan tudja, hogy van egy adatbázis, ahol föl vannak sorolva ezek a káros weboldalak, oda elküldi, hogy te mit látogatsz meg, és visszaküldik, hogy az káros-e vagy sem. Na mit gondoltok, ki üzemelteti ezt az oldalt? Egyébként kártékony vagy félrevezető oldal néven fut. Igen, tehát itt megint csak arról van szó, hogy engedjük-e, hogy a Google lássa minden böngészési szokásodat, milyen URL-eket nézel meg, cserébe kapsz egy biztonságot, vagy képes vagy magad eldönteni egy oldalról, hogy az kártékony vagy sem. Ezt mindenkire rábízom. Ha ez be van kapcsolva, akkor a Google folyamatosan tudja azt, hogy te milyen oldalakat nézel. Ja. És sajnos még így is hiányos a kártékony oldal, mert tényleg nem csak a... Tehát, hogy na, és elég szűk definíciót használni kártékony. Tudom. Saját magát nem jelzi kártékonynak? Nem tudom. Erre annyit tudok mondani, hogy sem a minden egyben blog, meg sem egyéb ilyen hasonló fasságok nincsenek rajta. Tehát ez a phishing filter egyébként, tehát a adathalász oldalakat raknak fel erre. Tehát az, hogy valami csak szimplán fasság és teljes ordinári hülyeségek vannak rajta, ezzel ők nem foglalkoznak. Egyébként a szakdolgozatomban az lesz majd a kutatás, amit csinálni fogok, hogy csinálok egy kis PHP scriptet, download.php kérdőjel file egyenlő és valamilyen file, ami annyit fog csinálni, hogy elhelyezek majd a szerveren dokumentumokat.
10-et, 20-at, 30-at, akármennyit, amelyeknek lesz egy olyan URL-je, hogy valami pont ph, valami pont hu per download.php, kérdőjel fájl legyen, és annak a dokumentumnak a neve. És ezeket a linkeket el fogom küldözgetni embereknek. Van akinek Skype-on, van akinek Facebookon, Gmail-be, chat programokon keresztül, akárhogy. Van akinek papíron fogom odaadni az URL-t, van akinek elmondom. Tehát mi az összes lehetséges módon. És a szerveren azt fogom figyelni, hogy ezeket a URL-eket milyen IP címről fogják letölteni. Ugye, és ezt biztos észrevettétek rá, hogyha egy képet küldtök bárhol, szinte most már chat programba, a Facebookon, akárhol, akkor ha csak a linket külditek, a kép automatikusan megjelenik ott. Ehhez azt kell, hogy a Facebook letöltse, vagy a chat program letöltse, vagy bárki letöltse. És én erre vagyok kíváncsi, hogyha különböző csatornákon keresztül terjesztem a linket, akkor vajon ki és hányszor és honnan fogja letölteni ezeket az URL-eket. Úgyhogy erre én is kíváncsi vagyok. Az indexelő robotok azok fognak szolgálatosan dolgozni. De ezek nem lesznek linkelve, tehát publikusan nem lesz rá link. Hát publikusan nem, illetve de nyilván a chat programokban lesz olyan is, amelyikre lesz publikusan link, mert kirakom valahova. Meg lesz olyan is, amire nem lesz link, hanem bekapcsolt valamivel, én fogom megnézni egyedül a saját böngészőből. Egyébként már a YouTube videóknál is van ilyen feature a statisztikáknál, vagy legalábbis régen volt, nem tudom, hogy most is van-e, hogy meg lehet nézni, hogy melyik oldalról kattintottak rá. Ezt tudom én mondjuk egy... Ez más. Tehát, hogy ez... A YouTube-ra nekem mindig az a kupos hozzászólás jut eszembe, amikor valaki írta azt, hogy nem tudom, volt egy ilyen hír a Hupon, hogy a YouTube-on bevezetik a nem tudom milyen reklámokat. Első hozzászólás, hogy miért a YouTube-on van reklám? Ha jó, appot használsz, nincs. Például hogy... SkyTube-ot használsz Androidon, abban nincs reklám, és abban mondjuk kommentelni is tudsz, viszont reklám nincs, és működik kikapcsolt kijelzővel. Na úgyhogy kíváncsi leszek erre az elemzésre, hogy nem filmet kell rajtani, hogy vajon honnan fogják letöltögetni ezeket a dolgokat, mert ide PDF-eket fogok alapvetően felrakni, tehát az lehet bármilyen bizalmas adat is, tehát hogyha ezzel azt akarom megerősíteni vagy cáfolni, hogyha egyszer valamit kirakok az internetre, akkor az nem csak a enyém meg a címzetté, hanem más is hozzáfér, még akkor is, hogyha esetleg erre nincs link. De ha PDF-et teszel ki, akkor tegyél abba is linket, hogy megnézd, hogy el is olvassál valaki értelmesen. Ez jó ötlet. Igen. Tehát, hogy értelmesen olvassál valamit, csak hogy után megnézi ezt kész. Aha, ezt meg fogom csinálni. PHP-ben kapcsolatban, bocsánat, egy kicsit másik dolog. Random szám generátor PHP-t. 64 karakteres fájl nevet generáltam cégnél. Mondom, ez azért úgy gondolom, hogy ebben nem lesz ugyanolyan egy jó darabig. Ami azt jelenti, hogy volt benne számít betű, tehát 4x10 a 99-en lehetőség jöhetett volna létre. 28 ezer fellegenerálása után jöttek az utánvívás. Nem volt elég entrópia a szerveren, és utána random helyett randomat használtak. Ez ilyen. Jó, entrópiát kell generálni. Firefox kiegészítők, amivel lehet még védekezni, hát ebből aztán rengeteg van. Tehát most megkérdeznék 5 embert, akkor 6 félig mondanának, hogy milyen kiegészítőket javasolnak. Úgyhogy ezt én mindenkire rábíznám, amiket használ. Értelemszerűen azokat érdemes, ami mondjuk népszerűség szerint az elején vannak, mert ha sokan használnak valamit, az annyira rossz nem lehet. Jó, ez nem mindig így van, de itt szerintem nagyjából ez teljesülhet. Jó példa az AdBlock Plus-ot, egy nagyságrendel történeztek az ugrokkot. Igen, AdBlock Plus-t azt nem, tehát az... Nincs valami nagy baj, de az ugrokkot. Hát jó, az. Ugrok.
Adblock Plus-ban volt valami probléma, hogy bizonyos reklámokat nem tiltott, mert lefizették, nem tudom, valami ilyesmi volt. Ez konkrétan, ez nem titok, le van írva, hogy ez így működik. Tehát, hogy aki ezen meglepődött, az hülye. Tehát le volt írva, hogy a Adblock az nem tilt le, nem, hogy mondjam, tehát nem ilyen pofádba mászó reklámokat, tehát a Google-nek a sima hirdetését nem tiltja le az Adblock. És ha már Thunderbird, ezeket a Thunderbird-be is be kell állítani, hiszen az is megjeleníti a webes tartalmakat, a HTML leveleket. Defaultból nem. Külön kérni kell, jelenítse meg, de. És kurva sokan panaszkodnak rá. Ugyanezek a beállítások vannak, sütiket elfogad örökre a Thunderbird. Lehet, hogy gyakorlatilag te mondtam, beöltötötted az oldalat. Tehát gyakorlatilag a Thunderbird-nek a HTML megjelenítője az ugyanolyan böngésző motor, mint a Firefox. Ez így van, csak... Ugyanúgy sütiket elfogad, ugyanúgy harmadik féltől betölti a sütiket, a tök vicces. Képeket szerintem azokat... Nem. Valami tilt alapból, de nem mindent. Tehát érdemes átkezni. Erre rinyál az összes felhasználó, hogy miért nem töltik be az összes képeket alapból, és el kell az összesnek magyarázni, hogy azért nem bazd meg, mert azzal követnek. Tehát, hogy ez a legnagyobb síralma az embereknek, hogy miért nem tölti be defaultot. És egyébként érdemes én múltkor szívtam meg azzal, hogy én úgy gondoltam, hogy biztonságos leszek, és csak textbe fogom megjeleníteni a leveleket. Na, az még egy vicces. Amikor nem küldenek textbe a levelet, igen? Küldik textbe a levelet, csak a melléketet nem jeleníti meg, mert az már nem text. Egyébként de, szóval de nem. Ott bugos a Thunderbird. Akkor bugos a Thunderbird. A text megjelenítésben a mellékletek nem jelennek meg. Akkor szar a Thunderbird. Tehát, hogy... Az egyszerű HTML-ben megjelenik. Aha. De az amúgy biztos, hogy bug, mert nyilván az egész e-mail plain text. Mert a protokoll plain text. Csak lehet, hogy szar a megjelenítő része, vagy szarul töltik ki. Amivel még a héten összefutottam, az is így vicces, hogy panaszkodtak, hogy most már a Thunderbird nem engedi a 0 kilobájtos csatornájukat. És nem érti a paraszt, hogy miért. És igazából az történt, hogy kijavítottak egy rohadt régi hibát a Thunderbirdbe, mert régen ezt megengedte, de az RFC leírja, hogy ilyen nincs. Tehát ilyen 0 kilobájtos csatornája nem létezik. De miért akart valaki 0 kilobájtos? Azért, mert... A lényeg az, hogy automatizált rendszerbe küldik a cuccot, és úgy van megcsinálva, hogy nagyon biztonságos legyen, hogy 0 kilobájtos speciálisan elnevezett csatornát kell küldeni, hogy beengedje a rendszer. És akkor írtam a komának, hogy oké, két opció van, egy jelentse be hibának, aztán elküldik a picsába. A másik opció az, hogy szóljon a cégnek, akivel leszerződtek, hogy menjenek a picsába, mert hogy az RFC... Valaki menjen a picsába! Az RFC egyértelműen tiltja. Tehát, hogy olyan nem létezik, hogy 0 kilobájtos csatolmány, mert az RFC szerint, hogyha te beteszel egy mellékletet, akkor van egy melléklet, metaadatok, utána jön az adat. Ha az adat 0 kilobájt, akkor nincs értelme mellékletről beszélni. És akkor itt szopó. Akkor valaki egy bandra épített. Jó, nem tudom, esetleg még valami sokan. Kérdés, amit nézzük át, mert én nagyjából, hogy ennyit gondoltam. Én még csak annyit akartam kérdezni, hogy ugye az előadás elején említetted, hogy Google Chrome-ot azt ne használjunk, Chromium-ot azt lehet? Igen, tehát ugye az a kérdés, hogy a Chrome-e a Chromium mennyire használható, vagy nem használható, szerintem. Ugye alapvetően a Chrome az gyakorlatilag egy Chromium-ra épülő böngésző, ami tele van rakva egyéb zárt forráskódú megoldásokkal. Tehát, hogyha te ragaszkodsz ahhoz, hogy Chromium alapú böngészőt használj, és a Chromium-ot használod, akkor teljesen jó, mert abban csak nyílt forráskódú komponensek vannak. A Chrome-ban az a probléma, hogy olyan dolgok is vannak benne, amitől amire a zárt forrású, tehát nem tudod, hogy mit csinál, és mindenképpen megfigyelésre adhatok ott. Úgyhogy én a Chrome-ot nem ajánlom, a Chromium-ot azt lehet. És itt van ugye az Opera is, most ugye megújult, már mondjam, most már egy kicsit régebben megnyitom a kevés, ugye. És akkor most az Chrome vagy Chromium alapú? Chromium alapú. Biztos, hogy Chromium alapú, mert a Chrome az zárt forráskódú komponenseket tartalmaz. És az nem böngésző. De most akkor egész pontosan... megjelennek ilyen új böngészők, vagy ráncszervarás, akkor... Egyébként, mintha mindenhol azt olvasnám, amikor reklámozzák önmagukat is, hogy Chrome alapú.
Akkor ez vagy a nyilván ez hírszerkesztő, vagy nem tudom kinek a ez nekik a adja vissza, akár nincs is olyan, hogy Chromium, mert nem Chrome van, és akkor azt fogja. Hát a Chrome-ot többen ismerik talán, és ez olyan, mint amikor a hackerek betörtek valahova. Ki ez a hacker? Igen. A másik kedvencem, igen, amikor Anonymous feltört valamit. Az Anonymous-nak pont az a lényege, nekem... hogy nem létezik olyan, hogy Anonymous. Lehet még egy kérdésem? Ha már Ubuntu-ról van szó, Richard Stallman sokszor szokta emlegetni. Richard Stallmannak láttam egy ilyen videóját, hogy az Ubuntu alapból... Igen. Ezt így hallják? Igen, nem hallok semmit. Ki visszaír? Egyéb kérdés esetleg addig? Hogyan lehet megakadályozni azt, hogy egy addon, vagy egy extension HTTP request-et csináljon? Igen, tehát ha föltelepítetted, akkor egy te megadtad neki a lehetőséget. Rendkívül egyszerűen, ha DNS-en keresztül csinálja, hosszú helyen lehet felvegyelekülni, hogy jó szükség lesz. Tűzfal is működik meg a hosszú helyen. Tűzfal nem csak a böngészőt, lehetem magát az extension-t. Tűzfal a minden hálózati forgalmat tudsz borogatni. Hát jó, csak akkor még folyamatosan néznem kell a hálózatot, hogy nem megcsinált ez az addon egy ilyen. Ez így van. Egyébként tehát, hogy ezért van az, hogy most a sporaszt megoldást nagyon meg kell nézni az addonnak a forráskódja. Ha nincs forráskód, akkor nem rakjuk föl. Vagy a másik. Mi lett volna a kérdésed? Na igen, tehát a kérdés az az volt, hogy a Richard Stallman elmondja az egyik videójában, vagy biztos többen is, hogy Ubuntu az alapból ilyen felhasználási statisztikákat küld rólad. Igen, az gyűjt telemetriát, ez igen. Kikapcsolható. Kikapcsolható, csak hol kapcsolható ki? Első bejelentkezéskor megkérdezi. Igen? A indítóképernyőn, amikor csinálsz egy felhasználót, bejelentkezel, akkor ott azon az indító képernyőn megkérdezi. És hogyha ott valaki nem kapcsolja ki, az hol tudja kikapcsolni? Beállításoknál. Ott van a settingsben. Aha. Egyébként ez részint kapcsolódik, de ilyen szempontból szerintem a EFF-nek jobb hozzáállása, mint Stallmannek. Stallman ő mindenre technológiai problémákat, tehát technológiai megoldásokat szeretne. Az EFF meg úgy van vele, hogy nem az a megoldás, hogy technológiailag kell mindent megoldani, hanem az van, hogy aki visszaél a helyzetével, azt szét kell perelni a faszba. És ez egy bizonyos szempontból egy tök jó hozzáállás, tehát hogy nem, most nem arról szól ez a dolog, hogy minden áron védjük meg magunkat mindentől, mert ezt meg lehet tenni, csak annak az lesz az ára, hogy olyan leszel, mint Stallman, hogy nem vagy hajlandó számítógépet használni. Uh-huh. Ami nem biztos, hogy olyan fenntartható. Most a szétkerperelnit azt ilyen esetekre érted, hogy mondjuk például most megjelent egy hír, hogy a Facebookon mondjuk valaki megadta a telefonszámát csak azért, hogy két lépcsős bejelentkezésre használja, de az mégis a reklámozó cégeknél kötött ki. Na, ez például egyébként egy tök jó per alap, mert hogy igen. Nem erre adott engedélyt is. Igen, ez tök jó. Nem tudom, és hogy ebből például, milyen ügy lett, csak olvastam el, hogy címsort az EFF-nek köszönhető el. Például USA-ban, hogy eredetileg a DMCA szerint a iPhone-oknak a feltörése az bűncselekmény. A törvény ezt írta elő. És az EFF 4-5 évig lobbizott, hogy ezt vegyék ki a törvényből, és az USA-ban ezért most legális feltörni az iPhone-okat. De hogy mondjak egy... Jailbreak-re? Igen, tehát a jailbreak-ről van szó. De itt Európában is tök sok ilyen dolog van, hogy alapvetően illegális, meg például a Microsoft tiltja például, hogy az OM licenszeket nem lehet újra eladni. Európában ez a kitétel nem igaz. Tehát le van írva az ő szerintük, hogy ez nem igaz. Minden esetre Európában lehet azt mondani, hogy kapjátok be a faszonat. Bocsi, csak a felvétel kedvéért OM licensz kezdőknek. Az OM az ugye Original Equipment Manufacturer, ezt a Microsoft úgy találta ki, hogy ezt csak is kizárólag a viszonteladók adhatják el. Ha olyan licenszet veszel, az egy gépre érvényes, nem adhatod el, nem teheted fel új gépre. Az Európai Bíróságnak kimondta, hogy de, eladhatod, feltelted új gépre.
és ezt a Microsoft nem tilthatja meg. Le van írva az EULA-ba, hogy ez tilos. De az EULA nem érvényes. Ez egyezik azzal, hogy ez a refurbished. Igen. Ez ugyanerről szól. Aha. Tehát, hogy Amerikában ilyet nem lehet csinálni, Európában el lehet adni újra a licenszeket. És ez sok cégnek nem tetszik. Hogy mondjak valamit, én most Windows 10 licenszt akarok vásárolni, és a Microsoft-tól 44 ezer forint egy Windows 10-es Home licensz, de lehet újra felhasznált OEM licenszt venni, 18 ezer forintért egy cégtől, egy legális cégtől, és azt is megmondják, hogy ha legalább 10-et veszel, akkor el is küldik fizikailag azt a Microsoft által adott videót, ami igazolja azt, hogy hogy a te birtokodban van ez a licensz, ha 10-nél kevesebbet, akkor ők megőrzik számodra. Én 300 forintért vettem egy laptopot, ami Windows 10-es licensz volt, és ennyire vettem a Windows 10-es licensz. De jó, na, még egy kérdés, a Ubuntu által küldött felhasználási statisztikai adatokra. Tehát ez szerintetek rossz egy felhasználónak, hogy az Ubuntu küld ilyet, vagy tök mindegy? Ha megnézed az adatoknak a tartalmát, akkor azért ott eléggé anonimizált adatok vannak, tehát abban azért személyes adatok nincsenek benne. Tehát ami, azt hiszem, az le is tölthető az az adatbázis. Tehát meg tudod nézni, a felhasználók milyen adatokat küldtek. De azt nem tudom megnézni, hogy konkrétan ki küldte, csak egy összesítést látsz. És ilyen szempontból én nem látok benne problémát, mert nem követhető vele a felhasználó. Tehát én azt nem szeretem, amikor olyan adatot küldenek, ami személyes adat, vagy pedig követésre alkalmas adat. Tehát személyes adat. Nem, mert a személyes adat, mert a követésre alkalmas adat, az nem ugyanaz. Nem teljesen. Mert a személyes adattal egy konkrét ember tudsz azonosítani, a követésre alkalmassal pedig valakit, akiről nem tudod, hogy kicsoda, de ha legközelebb ott van, akkor tudod, hogy ő az az ismeretlen. Tehát lehetne mondani azt, hogy az adatkezelésnél az egy fontos szempont, hogy milyen szándékkal gyűjti, tehát hogy ő mire fogja használni, az egy másik kategória, hogy mire lehet használni, azzal a céllal gyűjtötte, most nem arra használja, de ha holnap. Itt egyébként a okos városokkal, meg az önvezető autókkal lesznek még óriási problémák szerintem, hogy ott hogy oldják meg ezt a dolgot. Mert ott azért rengeteg adat fog születni, ezeket megosztják egymással, és az nagyon szigorúan autóhoz van kötve, ami rendszám alapján emberhez van kötve. És itt vagy el kell fogadni ezt a dolgot, vagy jogszabály fogja előírni, hogy el kell fogadni ezt a dolgot. És inkább az jogszabály. Autó, nem csak pusztán itt a rendszám lesz az izé. Annak is lesz egy egyedi azonosítója, most tök mindegy egyébként, hogy rendszám is lesz. Önvezető autó sose lesz. Most arra gondolom, hogy ha önvezető autók lesznek, hogy az önvezető autók egymás között dubálják meg azt, hogy éppen hol tartanak és milyen forgalmak vannak. És gondolj bele, hogy ez mekkora óriási adathalmaz generál. És ebből nem majd következtetni arra, hogy ki merre jár. Például. Tehát valakinek az útvonala kiszedhető lesz majd belőle. Én pontosan ezért mondtam, hogy innentől kezdve a rendszámra már kvázi nagy szüksége. De, mert azzal azonosítod az embert. Az köti össze az adatot az emberrel. De az önvezető autó amúgy is lesz majd egy másik, én gyanítom, egy másik csak egyedi most, azonosítója. Ugyan. Csak most gondolj abba bele, hogyha mondjuk ezzel milyen nagyon pici helyzetéssel hozzáférhetsz ehhez az adatbázishoz, hogyha mondjuk körülbelül ugyanazon az útvonalon mész, mint valaki más, egy ilyen rendszerben, akkor az autód megkapja. Oda lekerülnek az adatai. És már ő fizikailag utána hozzáférhet az adatokhoz. Hát és ki nyerhet is? Kínai rendszer, amikor az állampolgárokat úgy azonosítják, hogy tehát be van kategorizálva a viselkedés alapján, hogy jó vagy rossz. Mi? Ha rossz vagy, akkor... Igen, ez most jó kérdés, ez a társadalom számára, tehát mint társadalom számára ez előnyös, mert az emberek jobbak lesznek tőle, vagy pedig nem. És itt megint arról van szó, hogy igazából nekem ezt egy katona ismerősöm mondta, hogy nem elbújni kell, hanem olyannak kell lenni, mint mindenki más. És akkor nem vagy követhető, mert olyan vagy, mint mindenki más, nem tudnak kiszűrni. Bármilyen egyedi dolgod van, akkor már te más vagy, mint a többiek. Hát de ez az ember létnek a egyik
Igen, de úgy tudsz elbújni, ha olyan vagy, mint mindenki más. Tehát nem elbújni kell, hanem olyannak kell lenni, mint több. Nincs igényed. Most már elmegyünk filozófiai akármi, de... Nem, ha de, igényed van hogy, arra, hogy elbúj, akkor úgy tudsz nem. elbújni, ha olyan vagy, mint mindenki más. Nem. Ha nincs igényed az önmegvalósításra, akkor el fogsz tudni bújni. Így is lehet mondani, igen. Vagy ha tudod magadról kifelé azt mutatni, hogy nincs igényed rá. Én egyébként pont ezt akartam kérdezni. Ugye azon az alapon, hogy az a gyanús, ami nem gyanús, pont az a gyanús, hogyha valaki nem használ Facebookot, vagy nem használ Google-t. Nagyon sokan nem használnak Facebookot. Én sem használok semmit sem. Nem arról van szó, hogy... Én sem arról beszélek egyébként, aki... Most ugye általában... Figyelj, amikor ilyen, hogy ha valaki nem használ, akkor gyanús, itt nem arról van szó, hogy van egy szolgáltatás, amit az emberiség 99%-a használ és 1% elutasít, hanem nem tudom, Facebookot hány százaléka használ az emberiségnek. Az a baj, jó, hogy mondjuk, kb. A fele. Ne is azt nézzük, hogy az emberiségnek, mert mondjuk vannak olyan országok, ahol nagyon kevés ember használ Facebookot mondjuk, hanem saját, mit tudom, mondjuk Oroszországban nem Facebook van, hanem V-kontakte. Igen. Meg Kínában is talán valami más van. Ami mondjuk arra, hogy az adatokat egy jól körülhatárolt célra próbálják meg használni, mondjuk, hogy vegyél ezt, és csak ezt akarják rád nyomni, addig nincs gond. Nem, meg egyébként... Az még kezelhető. De amikor elkezdenek körét gyártani egy vélemény buborékot, hogy ne tudd meg, hogy a nap körül kering a föld, akkor az lesz gáz, mert az egész társadalmat fogják az egyének keresztül manipulálni. Az a lényeg, hogy ha valamiért te nem fizetsz, akkor te a termék vagy. Ez mindenre igaz. Meg egyébként, amikor én azt kérdeztem, hogy ha már valaki mégis úgy dönt, hogy szeretne Facebookot használni, akkor annak mit ajánlasz, akkor ilyenekre gondoltam, hogy mit tudom, mondjuk ne osszon meg ilyet, vagy ne nézzen olyat, vagy mit tudom én, vagy ilyesmit. Nem jó a kérdés, tehát... Én pont Facebook ellenes vagyok, tehát én nem tudom azt mondani, hogy nem, ez olyan, mint hogyha ha valakinek nincs lába, akkor mit ajánlasz, hol szaladjon. Tehát például, hát most ez morbid lesz, de egy amputált, hogyha Facebookozik, és nem akar, hogy kialakulja róla egy pontos profil, akkor nézzen cipőt. De egyébként még akartam feltenni egy kérdést, mégpedig azt, hogy te gondolod, hogy így valaha, mondjuk legalább az embereknek a, vagy inkább azt mondom, a jelenlegi Facebook felhasználóknak, Facebook, Google felhasználóknak a 30% vagy egy 20% legalább, azért, mert ezeket a dolgokat megérti, amiket te most elmondtál, ennek a hatása nem biztos, hogy nyilván nem ebből a videóból, hanem hogy máshonnan megszerzi ezt az információt, úgy dönt, hogy oké, akkor én törlöm magam Facebookról, vagy Google-ről, eljön ez az idő szerinted valaha, vagy az embereknek az elenyésző része fogja azt mondani, mármint a jelenlegi felhasználó. Nyilván ma is vannak olyan emberek, akik azt mondják, hát én se Google, se Facebook. Én nem akarok embereket meggyőzni, én elmondom, hogy szerintem mi a probléma. Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy úgy gondolja, hogy én sem azt mondtam, hogy meg akarod győzni őket, hanem hogy szerintem, így csak itt tippre, hogy valaha lesz ilyen, vagy... Nem, én úgy gondolom, hogy az emberek nagy része... annyira buta, hogy akármit igen, mondasz pont neki, ezt akartam nem mondani, fogja, nem pont fogja ezt tudni akartam. Megérteni. Ha nem is butaságnak nevezem ezt, de az embereket ez nem érdekli. Tehát ez ugyanolyan, mint amikor én arról nem tudok meggyőzni embereket. Jó ignorancia. Tehát ez igen, a, pontosan. Tehát, hogy olyan tudatos tudatlanság. Itt arról van szó, hogy... nem foglalkozok vele. Alapvetően például, tudok róla, de nem foglalkozok a sofőröket. Szerinted hány sofőr tudja megmondani, hogy mi a probléma az autóval, hogyha az autónak valami baja van? Mert szerintem nagyon kevés. Mert nem, nincs erre szüksége, nem alakult ki benne az a képesség. Nem csak az, hanem nem is persze, lehet de... megmondani már. Nem meg lehet mondani, a szerelő meg tudja mondani. Igen, mert rádugja a kompjútert, és kiköpi, de, hogy mi. De az átlagember nem tudja megmondani azt, hogy miért mi van a kocsival, mi a probléma. Azt tudja megmondani, hogy mi lehet a probléma, amikor az autó nem indul el. Tehát még be se tudja
kategorizálja. Csak azt mondom, hogy manapság ez már egy... Mert nincs rá szükség. Nem csak az, hogy nincs rá szükség, lehetőség sincs manapság. Pont ez a helyzet, pont ez a helyzet a szoftverekkel is, hogy gyakorlatilag nincs lehetőség az embereknek megnézni a szoftver mit csinál, hiszen zárt. A Facebook egy zárt valami, a szerveren fut, nincs meg a forráskódja, nem tudjuk, hogy mit csinál ott a háttérben. Ezzel hozzáteszem, hogy azért ez sok nyílt forráskódú szoftverre is így van, mert valaki a hontista írta is. A kódnak semmi értelme. Jó, hát ez nem tudom, de... Az is elmű, az eltelenés. De alapvetően én úgy gondolom, hogy nem nekem kell meggyőzni az embereket arról, hogy ők most használnak, vagy ne használnak valami szolgáltatást. Én elmondom a veszélyeket, és ha valaki ezt felfogja, és ez alapján úgy dönt, hogy nem használja a szolgáltatást, akkor örülök, hogy amit elmondtam, az na, valahogy célba ért. Amit ha nem ezt nem tudja felfogni, be, akkor nem lehet rajta segíteni. Amit nem fejeztem be az az, hogy mert én ezt azért kérdeztem, mert én arról nem tudok meggyőzni embereket, hogy két lépcsős azonosítást állítsanak be. Azt mondják rá, hogy hát nekem elég erős a jelszóm. Hát, na de hogyha, mit tudom én mondjuk... Erre tudod mi kell? Igen? Egyszer szopják be. Én ezt tettem, azóta mindenhol két lépcsősök azonosítások. Viszont nekem szerencsére jól jött össze a beszívás, mert felnyomták orosz hackerek a fiókomat, és tudt oroszul. Nem az, hát oroszul még nem tudok. Viszont a kolléga, aki felnyomta a fiókomat, ő megszerzett nekem olyan 30 achievement az Battlefield 3-ban. Mert szerencsére olyan ember nyomta fel a fiókomat, aki ezért ment. Úgyhogy ennek örültem, de hogy így azóta én használom. És igen, egyébként kényelmetlen. Tehát meg kellett találni egy olyan megoldást, ami egészen kényelmes. Van-e leírás arról, hogyan kell használni a két lépcsős hitelesítést? Mert ha elmondod neki, egy olyan valaki nem... YouTube videók életi... vannak róla, tutoriálok, nem? Nem számít. Nem fog menni. Yeah. Én most a családnak akarok készíteni egy leírást arról, hogy hogyan kell a Thunderbird-el e-mailt írni. Mert addig nem tudom őket átállítani Thunderbird-re, amíg nem tudom, egy tök egyszerű dolga, hogy figyelj, itt van egy oldalba, kinyomtatom neked, tessék, így írsz e-mailt, így olvasol e-mailt. Kész. Ennyi kell neked, többi funkció nincs szüksége. A másik két lépcsős hitelesítést beállítani nem egyszerű, és ott van a veszély, hogy elfelejti, akkor kizárja magát. Valaki az egy lépcsőt is elfelejti. De ott lehet jelszó emlékeztetőt kérni. A másik dolog meg egy kicsit, amit mindenki elfelejt, beállítod a két lépcsős azonosítást, ellopják a telefonodat, leírtad azt a 12 egyszer felhasználatos kódot, amit kaptál. De várjál, mert hogyha ellopják a telefonodat, akkor be tudsz venni a szolgáltatóhoz, hogy bocsánat, ellopták, szeretném megtartani a számomat. A számodat megtartatom, de a kulcsok azon a nyomorult telefonon vannak, nem tudod visszaállítani a kulcsaidat, amiből előállítod a jelszavadat. Tehát a második faktort, azt ugye úgy működik, hogy ott keletkezik egy kulcspár, és az idő alapján generálja ki neked a tokeneket. A jelszó az valami, amit tudsz, a két lépcsős hitelesítés pedig valami, amit birtokolsz. Ha ellopják tőled azt, hogy birtokolsz, akkor már nem birtokod. Á, bocs, én most csak az SMS... De az SMS is ilyen. Jó, az igen. SMS-nél működik, az SMS persze. Nincs, én most csak az SMS-re gondoltam, igen. A második faktor egyébként nem csak az lehet, hogy amit van, tehát amit birtokolsz, hanem ami vagy, például új lenyomat. Az is lehet, igen. És akkor azt nem nagyon... Az új lenyomattal viszont az a probléma, hogy ha az egyszer kompromittálódik, azt nem tudod lecserélni. Tehát egyszer ellopják az új lenyomatot. Tíz újad van. Egy példa volt, nagyon sok más. Jó, de alapvetően az összes biometrikus azonosításra az a probléma, hogy nem tudod megváltoztatni. Tehát azt egyszer kikerül, onnantól kezdve nem tudod használni többet azt a biometrikus azonosítást. A biometriával egyébként még több baj is van. Hogy például ez egyik kedvenc, amit ugye el szoktak mondani, hogy a tök sok munkahelyen ez USA-ra értendő, hogy leginkább a katonaságnál van ilyen, hogy iris szenzoros vizsgát van, és abban például az a tök jó, hogy az azért nem lehet bevezetni tök sok cégnél, mert hogy abból, hogy az irisedet leolvassák, abból kiderülhet tök sok olyan orvosi problémát, ami semmi köze nincsen a cégnek hozzá, ezért hiába rohadt biztonságos az, hogy leolvassák az iriszedet, mégse lehet megtenni, mert a cégnek nincsen köze az orvosi aktához. És arról ne felejtsetek el gondoskodni, hogyha bármi történne veletek, akkor a digitális hagyatékotokhoz más hozzá tudjon férni. Ugyanis mai világban valakivel történik valami, akkor onnantól kezdve a
túlélő családtagok iszonyatosan megszívják, mert semmit nem tudnak csinálni. Hát, tehát a titkosított adatokhoz. Milyen értelemben? Tehát mondjuk például nekem van egy... Hozzá lehet férni, meg egy jó, dolgát. Hogyan fizeted be a közüzemi számlákat? Amikor meghalt az ember, akinek hozzáférése volt a elektronikus felülethez, és nem tud a jelszót. Oda jön az elektronikus számla. Teljesen mindegy. Ezeket a dolgokat, ezeket el lehet kezelni. Na. Az a probléma, hogy nem tudsz csekket kérni, mert nem a tiéd. Hát de hogyha nem szolgálják ki. Amíg nincs meg a hagyatéki tárgyalás, addig nem. És hogyha egy valaki mondjuk az örökösök közül elkezd pereskedni, akkor ez évekig fog tartani. És a szolgáltató le fogja venni az órát. Nem fogod tudni kifizetni. Az így van. Hát nekünk már na és erre mi a jó ötlet? Szerencsére. Erre az a jó ötlet, hogy legyen valaki, akiben megbízol. Az nem jó. Vagy valaki, akinek fizetsz a megbízolást. Vagy oszd szét és mondd meg azt, hogy ha veled valami történik, akkor nála van a kulcs, nála van a jelszó. A meghatalmazott kifizette a villanyszámlát, rendőrség ügylet belőle. Miért? Mert a meghatalmazás érvényét veszti a meghatalmazó halálával. Na. És mivel volt olyan rokon, aki alá akart szerintem várni... leállíthatod azt a felvételt. És ne akkor beszélsz. Ugyan leállítom. De még van egy kérdésem. Mégpedig az, hogy valaki a két lépcsős, csak az SMS két lépcsős azonosítással kapcsolatban azt írta, hogy hát az nem biztonságos, nem az. Mert hogyha valaki... Na kíváncsi vagyok, hogy miért nem. Vagy mert az SMS inkább, az clear text-re megy. Le lehet klónozni a SIM-kártyát és megkapja mind a kettőt. Pont ezt írta le, hogy... Az SMS az titkosítatlanul megy a hálózaton. Mert hogy, úgy megy. Hogy valaki egy kamu... várja, de te hogy klónoznád le a SIM-kártyát? Mert ő azt írta, hogy valaki egy kamu személyével bemegy a szolgáltatóhoz, és akkor kér még egy SIM-kártyát. De azért ilyet nem csinál meg. Egyszerűbb mindenki. A megoldás, fent a cellát kell telepíteni, és el kell lopni a hálózati forgalmat. Milyen egyszerű szövegkérmény az SMS? De amúgy az SMS-e arra, hogyha... De nem konkrét azonosítás. De azért ilyenhez se ért mindenki, tehát most ezt egy... Kérdésős hitelesítés az az, hogy valamit birtokolsz. Az SMS az nem... Én nem tekintem két lépcsős hitelesítésnek, mert ugyanolyan... Pedig a internet, az internetbank belépésnél is SMS. De az nem két lépcsős hitelesítés. Az... Szar, de két lépcsős. Úgy hívják... Nem, van erre egy másik szó. Van a két lépcsős, a két tényezős. Kétfaktoros. Az a különbség a kettő között, kétfaktorosról beszéltünk eddig. Az, amikor ugyanaz a módszer, csak megismételve, ugyanúgy a hálózaton keresztül jön valami adat. A két faktoros, vagy nem tudom már melyik, a másik, meg pedig az a lényeg, hogy teljesen külön csatornán, vagy nincs is csatorna, mert nálad van az a tárgy, amit birtokolsz. Értem. És azt nem lehet ellopni, nem lehet lehallgatni, mert nincsen kommunikáció. Ez esetben a kettő ugyanaz, mert két csatornáról van szó. Mert az egyik SMS-be megy, a másik meg nem. Mit tudom én, mondjuk akkor arra gondolsz, hogy... Csatornás és két lépcsős. Hogy vagy van egy, mit tudom én, mondjuk egy autentikátor pendrive-om, vagy mondjuk, mit tudom én, mondjuk telepítek a telefonomra vagy a tabletemre egy ilyen autentikátor szoftvert, mondjuk mit tudom, mondjuk a Steamnek vagy a Butlernetnek van ilyenje, és akkor az generál egy kódot, igen. Én egy Python scriptet használok erre, és aha, de van böngésző ja. Kiegészítő, tehát rengeteg megoldás van. Az a lényeg, hogy nekem a második lépcső, vagy tényező, most már tök mindegy, hogy hívjuk, nem hagyja el a gépemet. Igen, de aha, erről szól egyébként a most ugye a Google hitelesítő, meg ennek egy csomó más nyílt forráskódú implementációja, hogy ez úgy néz ki, hogy egy kulcspárról van szó, és beállítod az órát. És úgy működik, igen, hogy egy adozás időnként generál egy kulcsot. Ebben tök jó, hogyha az NTP-d elcsúszik, akkor nem tudsz bejelentkezni sehova, ezt már megszívtam. De, tehát hogy én speciál most ezt használom, hogy andó TP-t beállítottam, de igazából ez egy két lépcsős, vagy na, tehát ez egy ilyen két kulcsos
kriptográfia, aminek van egy időkomponense is. Tehát, hogy a léptető kódot azt az időkomponens. Egyébként az SMS-t ki lehet váltani e-mail-el is. Tehát például a Steam, meg ezek e-mail az, a Steam, az ez is egyfajta két lépcsős végül is. De jobb a mobiltelefonos. Tehát, igen, ahhoz, hogy hozzáférjenek a fiókodhoz, meg kell szerezni a felhasználóját, a jelszót, és még az e-mail címet fölött is át kell venni az irányítást. Tehát sokkal nehezebbé teszi, de így alapvetően... Igen. Csak ne felejtsd el, hogy de a mobiltelefonnál is azért... reprodukálhatónak kell lenni számodra, mert ezt nem tudod biztosítani, akkor buktad az egészet. Akkor ne is ezt tenni. Ezért van, hogy időkomponenssel számolják ki. Most, hogyha valami ilyen, aki a minden, feltörik az e-mailjét, akkor az e-mailen mindent vissza lehet hozni. De egyébként a nyílt forráskodó programok is ugyanazt generálják ki, mint a Google Authenticator, tehát tök minden. Igen, tehát a jelszó emlékeztető az ilyen szempontból problémás. Egyébként volt egy cikk, múltkor olvastam, hogy miért veszélyes megosztani a születési dátumot a neten. Hogy abból hogyan, mennyi mindennel vissza lehet érni, és szépen le van vezetve, hogy mennyi minden ügyintézéshez elegendő az, hogy tudják a születési dátumodat. Rengeteg mindent meg lehet vele szerezni. És például a Facebookon talán ezt nem is lehet letiltani, azt hiszem. Tehát el tudod rejteni, mikor születtél, de amikor születésnapod van, akkor ki fogja írni, hogy születésnapod van. Le lehet szép tiltani. Le is tiltottam, és senki se ír rá. Na ez meg a másik, azt én is a Skype-ból kivettem. Skype-ot sajnos muszáj használnom egy dolog miatt. Amióta kivettem, azóta nem kapok senkitől se boldog születésnapot. Tehát ez annyira ilyen álszent dolog számomra, hogy azért kívánnak az emberek boldog születésnapot, mert kiírja valamit, csak rá kell bökni. Tehát ez... De azért neked kell beírni a szöveget, azt azért tegyük hozzá.